Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Itt vagyunk 6 óra után 16 perccel. Egészen pontosan. Ha nem késik a laptopom, de szerintem nem késik. Úgyhogy itt vagyunk. Hello! Hello! Sziasztok! Jó reggelt! Hello! Beállítunk itt mindent. Mindenkit megnyomunk. Mindenkit? Tessék, mindenkit, mindent, mindenkit megnyomunk. Aki az utunkba áll, esik, ül, azt megnyomjuk. Azt megnyomjuk ma reggel. A legkopottabb gombokat nyomogass, meg abból baj nem lehet. Figyelj, azt használják a legtöbb. Egy perc megy a műsor, eddig nem nyúltam mellé. Ez egész jó arány. Ez nem rossz arány. Nem mit rossz arány ez tőle. Micsoda királyság már korán reggel. Nem mindenki, rossz arány. Mindenki őrizze meg a nyugalmát. Jó, mindenki nyugodjon le. Mert hogy. A csodába. Így van. Jobb idő nem lesz. Így van. Jó? Mi rossz? Ennyien szólok. Sőt, nincs hideg. Aha. Nincs. Nálunk konkrétan esik az eső már kora hajnal óta folyamatosan, tehát hogy én már úgy jöttem ki, hogy a macskám botlott a vált. Hát semmi nem igen, jó. Hát nem, neked se lenne jó, hogyha úgyis olyan körülmények között ébredtél volna, ahogy én, illetve nem, az mondjuk viszonylag jó volt. Tehát, hogy addig nem volt gond, hogy ki nem kellett menni a kutyával pipilni, aztán meg ki nem kellett engedni a macskát. A macskánál jobb mérője, fokmérője nincsen a rossz időnek. Megállt a hogy hívják, a lábtörlő, kinézd, és most itt hallottam egy nyőszörgést, ami kijött belőle, a ház sarkáig kiment, aztán már rohant vissza. Nem, sajnos ez most, srácok, ez most az van, hogy ránéztem itt a megfelelő időjárás jelentő oldalakra, és azt látom, hogy az egy hétig ez nem fog változni, folyamatosan felhőcske, szürke felhőcske, esőcseppecskékkel, ez nem lesz jobb, mindenki könyvelje el ezt így, jó? És ne is beszéljünk többet róla, és nyugodjunk le, és szokjuk meg. Megvan milyen megoldás. Üljük meg magunkat, ja? Rájöttem. Lenyelem. Ja, parancsolj. Jeljet. Az a megoldás, hogy mától kezdve csináljuk azt, hogy mindig találunk valami jót az időjárásban. Így van. Ja. Én mondtam a jót, ma itt próbáltad. Nincs ideg. Aha, én mondtam, hogy nincs jót. Te jössz a macskáddal, hát tehetek én a te macskádról? Nem. Vagy a Balázs a kutyádról? Nem, hát most, nem tisztítétek. De most bennünket cseszegetsz azért, mert van egy kutyád, meg egy macskád. Hát, tudok én mit mondani a te macskádról? Nem, hát jót, nem rosszat sem. Találjuk mindig szép valami macska, jót. Jó macska. Nem lesz könnyű, mert lesz ennél még sokkal rosszabb időjárás, de az utolsó adásig minden reggel találni kell valami jót az időjárásban. Jó? Mm-hmm. Mi az, aminek örülünk? Ma. Hogy nem azt mondjuk. Igen, te nem azt mondjuk, hogy mit tudom én. Nem veri el a gyümölcsöt. Egészen hideg van, onos eső van, és brutálisan szakad. Tehát a szakadó esőben mínusz 6 fok, mindig találni kell valami jót. Lehet az egy olyan viszonyítási pont, hogy örüljünk annak, mert hétvégén sokkal rosszabb lesz. Na. Lehet az, hogy esik az eső, viszont 12 fok van. De próbáljunk meg mindig valami jót találni az időjárásban. Hátha. És akkor az ad egy ilyen kis egy kapaszkodó. Plusz a hangulatunknak. Egy ilyen kis, nem is kapaszkodó, tényleg. Oké, hogy undorító, oké, esik, oké, hűvös, oké, fúj a szél, de Feriéknél nem. De már mikor elindultam, aztán elkezdett csöpörögni, de például nincs annyira hideg, tehát hogy sokkal rosszabbat láttál. Egyébként tényleg. Na. Egy és hogy dolog. Ez az anticiklon, ami a múltkor, az úgy is érted, hogy szakadó eső. Vízszintesen. Igen, nagy szél van, nagy szél? Nincs nagy szél. Tessék. Na, hát akkor meg. Esik nagyon, ne? Na, ezt mondom. Jó, ezt kell megtalálni mindig. Egy dolog miatt nem tudunk ma örülni az időnek, mert az a felőerieknek hazai pálya. Ebben ők otthon vannak. Az a baj, hogy egy olyan csapat érkezik ma, sőt már azt hiszem, hogy tegnap vagy tegnap előtt megérkeztek, és már szokják a körülményeket, ami nekik nyár, ami nekik Madeira. Nekik most ők izzadnak, az hát a baj. Tegnap egy 20 fokban. Ők nekik, a 20 fokot nem tudják ez hozni. Ez nekik sok. Az asztalos, a tanár, az óvodapedagógus, a villanyszerelő. A villanyszerelő és a börtönőr nem tudja hova tenni. Nem tudja hova tenni ezt az időjárást. Ők ezt nem értik. De nem sokára kifutnak, én esküszöm nem szoktam magyar focit nézni, mert rosszul vagyok tőle. De én ma belenézek. Ma megnézem a nevek alapján a börtönőrt, az óvóbácsit, az asztalost. Annyit beszéltük róla, én imádom őket. Meg kell nézni. Igen, meg kell nézni Jottya, Hottyen, Fottyen, Klattyen, Hottyen, Hansen. Nem tudom, ki lesz egyébként a speaker, de nem lesz egyszerű neki kimondani a neveket, ezért is jobb lenne, hogyha azt mondanám, hogy villanyszerelő. Igen. Asztalos. Ugye, ha valaki nem hallott esetleg börtönőr, a tegnapi adást, az visszapassz. Annak mondjuk, hogy tegnap hosszasan elemeztük a Feröer-szigetek csapatát, és
És Anna letett közben pont róluk egy cikket, és megállapítottuk, hogy van asztalos, van óvodapedagógus, nem főállásban fociznak, mellékállásban fociznak, mindenkinek van ugye egy főállása, most szabadságon vannak, el kellett jönni a börtönből, a börtönőrnek, az asztalosi műhelyből az asztalosnak. Fizetés nélküli. Fizetés nélküli vannak most, hogy, hogy EB-selejtezőt játszhassanak. EB? Az. Az, jó, az. Szóljátok, tudod, hogy úgy mondok bődületes baromságokat, a fociról van szó, hogy azt nektek se tűnik fel. Szóval, hogy nagyon szeretnivaló kis srácok futnak majd ki a pályára, és meg kell őket nézni. Meg. Kik ezek az elszánt emberek, akik egyébként edzőtáborban nem járnak, napi 8 órát dolgoznak, és utána elmennek még félprofi módon futballozni az esőben. Kicsit, az esőben. Mert az év 90%-ában ők esőben futballoznak, edzenek és élnek. Igen. Nekik a 10%-a meglepetés. De ők lehet egyébként azon a 10%-on panaszkodnak. Basszus! Már megint nem esik. Árahat, szép zöld a fű, így. Viszont tegnap az nézegettem szép képeket róluk, már hogy az országról. Hát gyönyörű. Az szép. Gyönyörű. Az, gondolom azokat az összes képet egy csütörtök délután csinálták, amikor sütött a nap egy picit. És igen. Ilyen embertelen zöld minden, a háztetők is zöldek, mert az divat, hogy bevetik fűvel a háztetőket, és aztán föl zavarják a birkákat. Merő. Nagyon szép. Nagyon. Mi van, ha ma nyerünk? Tehát mi van, ha ma nyerünk? Akkor három pontot hát kell, kell hozzunk. Az kell. Persze. És akkor még esélyünk marad arra, hogy simán. Majd valamikor valaki nem. Az egyenisági kiutásra is van esélye. Komolyan? Persze. A betyárját. Hát az, én azt mondom, hogy igen, azt azért húzzuk be. Tehát, hogy nagyon szimpatikusak a villanyszerelők, az asztalosok és az óvodapedagógusok, de hogy most ma azért ők ne nyerjenek meg egy picit azért. Hát, jó, mondjuk ez szégyen kategória lenne, hogyha nem vernénk meg őket itthon. Mi lesz, ha játszunk egy-egyet? Mi lesz a kifogás? Mi lesz a mentség? Mit fogunk mondani? Hogy nem mondunk semmit, mert megverjük őket. Az időjárásra lehet fogni, hogy ők nekik kedvezett az eső. Igen. Az tényleg jó. Uh-huh. Hogy az időjárás. Igen, hogy ez nekik az ott meghallgatták a pogány imáikat a germán istenek, és esett az eső. Már bizony. Kíváncsi vagyok, tényleg én este ma belenézek, van egy csomó jó sorozatom, amit nézni akarok, de erre most szánok egy kis időt, hogy megnézem, hogy a srácok kifutnak a pályára, és kik ezek az elszánt fiúk, akikről tegnap hosszasan beszéltünk. Na, minden oké egyébként, mindenkivel minden rendben. Szuper, jó minden. Volt, oké volt, jó van. Leszámítva azt, hogy a legjobb barátom ma utazik el kb. 5 évre az Egyesült Államokban, úgy gondolja, hogy egy picit így lesz más országban. Ma olyan napunk, hogy mindennek az előnyét nézzük, így van, ja, rendben meg a repülőjegyet. Nem kell neki karácsonyi járnikot, nem 5 éven keresztül. Tessék, lesz hova menned, érted? Szállásod már van. Ma minden negatív hírnek próbáljuk nézni az előnyét. Ez azt jelenti, hogy megvan a szállásod, ami persze. Amerikában egyébként baromi drága, meg kell venned a repülőjegyet, lesz valaki, aki guide-ol, körbevíz. Tök jó. Amerika pont az az ország, ahova úgy jó kiutazni, hogy nem vagy egyedül. Ismerősöd van, tudod, hogy várnak a reptéren, nem vagy elveszett, baromi nagy ország, baromi sok emberrel, ott mindig úgy jó oda menni, hogy valaki van. Hova megy helyileg, tudjuk? Aha, Tampába. Tampa! Na, az keleti oldal, az Florida. Orlando, már mondta, hogy Florida, Key West, Miami, az Tampa. Az szép. Az. Brutálisok látnivaló, tehát ott most 8-at tudok neked azonnal mondani, ami van. Orlandóban csak 2 hetet úgy tudsz eltölteni, hogy nagyon-nagyon megvagy. És a Tampa alsó felső beszélsz. Nagyon jó. Key West, de unalmas hely. Orlando, király. Miami. Menjél ki! És mit csinál kint? Mit? Hát azt már tudja? Dolgozni fog. Mit? Ezt mondom én is. Csak igaza van, basszus. A banki szféra. Ha minden jól megy. Bankozni? Ilyen a szféra, stratoszféra, banki szféra. Nagyon magas a repülő. Legbevállalós ember, igazán bátor. Ha nem, akkor majd dobozokat fog pakolni. Én nyomasztom. Tök igaza van, családdal? Az a terv, hogy hosszú távon. Hát. Le a kalappal. Ki menjen kell menni, csak. Gyerekek. Meg menjen, kell próbálni. Menjen. Nehéz döntés volt, de mennie kell. Nem szabad az életőségeket kérni. Miért az itteni banki szférában már csinált valami csúnya dolgot? Nem. Az itteni banki szférában más csinált csúnya dolgot. Annyi, hogy 3 évig volt 2 bank vezérigazgató, és így nagyon csúnya bőröndel el kell most hagyni. Mennie kell. El kell hagyni az országot, mert nagyon meleg lett itt. Igaza van. És ő viszed ki a reptérre? Ja, te nem tudod kivinni. Nem, nincs búcsúztatás? De metróval ki tudja vinni. Már volt. De miért nem mész integetni? Az olyan romantikus. Kimész, megöleled. Sanyi. Most nem látsz, mert a másik oldalra kaptál. Igen. Ki állsz? Ki lehet menni utat Miami. Nem, csak Frankfurtig megyek, mert ott szállok majd át Miami-on. Tessék? Ki lehet menni integetni? Hogy ne lehetne kimenni integetni? Kimennél ki zászlócskával. Amerikai zászlót így. Nem, mindig keménynek látod, soha nem látod sírva. Otthon temetted a fejed a párnál. Megértem, én is utálom, ha valamelyik barátom elmenne.
van 4-5, és hát akikkel ilyen 20 éve, 25 éve nagyon jobban vagyunk, azért azt így utálnám, ha elmenne, de megpróbálnám az előnyét nézni, hogy tesó, fedezd fel, mi van ott, érkezem. Tehát azért megnézzük 5 év múlva, vannak-e ötleteim Amerikához. Picit lefajtunk az asztalára egyébként, amikor mondta, hogy és hogy tervezed, hogy mikor jössz legközelebb. Srácok, az van, hogy hát úgy tervezem, hogy 5 évig nem jövök haza. Istenem. Az komoly. És hány ilyen beszélgetés van mostanában, igen, ugye? Igen, ez a szómi. Hát figyelj, igen, jó helyre megy, jó ország, gyerek megtanul angolul, aki már ott születik, amerikai állampolgár lesz. Ők is megtanulnak, pikpak, ha nem tudnak. Ott iskolakeresés, tehát hogy vannak ugyan felzárkóztató programok, de valahol... Lezöld kártyája vagy szerez majd? Igen, igen, igen. Mert azért igen, az hosszú távon, hogy turista vízumban melegben maradni. Hát az állampolgárságért megy a harc most. Uh-huh. Hát azért is kell. Mert az kell oda, igen. Már a beutazgatások megvoltak, de most már az állampolgárság a cél, és hát ezért nem egy olyan rossz dolog kettős állampolgárnak lenni. Az nagyon nem. Ismerve, illetve nem ismerve a jövőnket. Na igen. Na megmutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, ugye a sokat emlegetett Feröer-szigeteket elemeztük. Ma van a meccs, hát ha valaki tegnap bennünket nem hallgatott, hallgassa meg, hogy kikkel játszanak. Kikkel játszanak ma, fiúk. Kik szaladnak ma ki a pályára a Feröer-szigeteki mezben. Ki ez a szuper csapat, végigvettük őket, kielemeztük őket, és rájöttünk, hogy tele van félprofi játékosokkal, és pontosan ezért imádjuk mi őket. Pontosan ezért. Nem szabad elfelejteni, hogy pár száz évvel ezelőtt még az őseik úgy kommunikáltak a külvilággal, hogy üvöltve leugrottak a hajóikról, kirátották a kardjukat, mindenkit lemészároltak, elraboltak, kiraboltak, megerőszakoltak, aztán jöttek egy hónappal megint, évvel ezelőtt mi is aztán csináltuk. Két hónappal megint. Igen, ott voltak folyamatosan, igen. Na, meghallgatjuk, mi történt velünk tegnap, mert hogy a Magyarország Feröer-szigeteki meccsről beszélgettünk, ezt most megmutatjuk. Közben már mondom, hogy aki szeretne jelentkezni játékra, írjon SMS-t, mi pedig jövünk az ismétlés után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Na hát ezzel a szemmel kell nézni ma este a meccset. Így kell, hogy kik ők és kik jönnek hozzánk, és micsoda elszántság van a fiúkban, és micsoda lelkesedés, és hány kiírt nap szabadság, hogy ma itt tudjanak lenni. És csúsztatnak-e, vagy kiveszik, vagy átlógatják, vagy hogy vannak ma ők itt, mi történik? A kollégák szeretete, átveszik a melódat addig, érted? Addig mi csináljuk a villany szerelést. Ez kérdezik, mint egy jamaikai bobcsapat, ez körülbelül olyan. Nem? Tehát, hogy így hallgatom ezt a sztorit, és így azt mondom, nem 21. századi a történet, szóval, de pont ezért nagyon, nagyon szeretem. Azért ez egy olyan meccs, ahol még a döntetlen is kellemetlen ránk nézve. Tényleg, tehát ha ezt nem nyerjük meg, akkor az összes focipályát be kell inteni sóval, leadni a szerelést, szögre akasztani, és azt akkor vigye a többi sportág. Nem? Ja. Osszuk szét, és hagyjuk abba az egészet. Tehát, nem sok kapott, egy villanyszerű és egy asztalos, ma lők nekünk 2 gólt, biztos, hogy felgyújtom a tévémet. De tényleg, nem akarok. Onnantól kezdve, figyelj. Viki, olajat! Kapni egy asztalostól és egy villanyszerelőtől, nem mintha velük bármi baj lenne, de hát legalább profi futballisták győzenek. Ha nem nyerjük meg, akkor ebben az évben már ne beszéljünk magyar fociról. Ha megnyerjük se. Mit szólsz? Nem rossz. Bármi lesz az eredmény. Hagyjuk a fenébe az egész magyar focit. Annyira szánalmas, de tényleg. Ne. És le a kalappal azok előtt, akik még mindig honpolgári becsületből kimennek és drukkolnak, és komolyan tisztelem őket, de annyira nyomorúságos az egész magyar futball kérdés, hogy egyszer szomorú. Szomorú, nem? Hát igen. Mélységesen szomorú. Akik mindenképpen megérdemlik a tiszteletet, azok, akik az eredmények ellenére is kim vannak. Ja, ne. De tényleg. De tényleg. Akik kim vannak és kimennek, hát ők még bíznak valamiben, várnak valami nagy csodát, igen. Na, hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetünk. Hoppá. Jó. Hát akkor ma beütjük, nem? Ma üssük be, és akkor holnap már csak tudunk. Hallod, Jani? Bóckodni. Egy beütés. Na, ezt ne a Janira bízzuk. Nem. Oda a szőrös tökük el, gyerekek. Így van nekem. Jani elmúlt 2 hét statisztikája azért elég nyomorúságos. Most leszálló ágban vagyok. Igen. Hát, ha nagyobb mély gödörből kell előjönnöm. Értem, kéne egy feröri játékos. Nem szabad rád bízni ez, de hát majd döntenek a hallgatók. Jó, úgyhogy aki hall bennünket, és aki szeretne játszani, jelentkezzen játékra. Írjátok SMS-t, hogy ha szeretnétek bennünket kihívni, nyugodtan lehet arcoskodni, és egészen nyugodtan. Azt hiszem, hogy van egy friss közlekedés, de egyelőre nyugi van. Ha becsúszik valami, akkor azt Ákos elmondja. Mármint úgy értem, hogy közlekedés hír, természetesen nem a gatyájában. Úgyhogy... és nem tud rá válaszolni. Bali, ma rólad álmodtam, írdatlanul nyomtad az írtáncot.
Na. Már ezt is. Már ez is a tiéd. Mondjuk én vitamában ébredtem volna, hogy én is erről álmodok, ahogy Balázs ott steppelt. És körülöttem meg, hogy hívják, amikor a lányok hegedülnek. Jó, ez Mikey Flat is ennyi. És füstöl a lába. Hát menő. De egy másodperc alatt, ami 80-at koppantott a lábával semmi, a csávó. De semmi értelme nincsen. Tehát, hogy azért belegondolsz, hogy ez nem. Nagyon menő. Csak annyi, hogy egy koncerten voltam, nagyon menő. És tudod így. De miért akkor néptáncnak mivel van több értelme? Mint az ír néptáncnak. Tehát, hát, de most tényleg, tehát szerintem, jó, okay, ott meg ez, egy bottal ütöm a földet csubába. Ez úgy ír néptánc, hogy így ráfogják, hogy ír néptánc. Tehát, hogy értem. Ennek mi értelme van? Tök látva, lehajolsz a izért, lehajolsz a patolokat, már meg volt a produkció, fölnézés. Ja, már vége. Mit csinál, másfél órás show van erről. Tyson fénykorában. Flatly egy Jenny. De hát, jó reggelt, ezt megcsináltad, hát te 2 éve vagy 3 éve bebizonyítottad itt, emlékszem, mikor volt valami flatling. Ja, hogy egy másodpercet én is tudom. Nyomorult lett, nem is emlékszem. Hát egy nem jó volt. De, hogy... Nem lett jó. Rossz. Nem lett rossz, biztos, vagy hát nagyon jó volt. Na jó, van, Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva 7 óra, mi is itt vagyunk, folytatjuk. Nem tetszik ez az időjárás, nem tetszik, ez kedvez a... Minek, a gombának? A Feröe-szigetegi, ja, asztalosnak, óvodapegat, pedagógusnak, és bútorosnak, és gázosnak, és börtönőrnek. Nem jó, ehhez vannak a fiúk hozzászokva. Remélem, a mi fiaink nem ettek-e sok tésztát, írják ezt a klímát, és felkészültek. Elkészültek, mert ma nagy meccs vár rájuk, le kell győzni egy félprofi válogatottat. Ez egy hihetetlen kihívásokkal néznek megvan, a szembe. Ha megvan a 3 pont, akkor gyakorlatilag bebiztosította a magyar válogatott a helyét a pótselejtezőre. Tehát nekünk kell ez a 3 pont. Ez ma kell, ezt ma elvesszük. Vagy nem. Na nézzük, kivel játszunk ma. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Attila vagyunk. Attila, honnan hívtál minket, Attila? Téglásról, ez Nyíregyház és Debrecen között található. Nyíregyház és Debrecen között. Jól van, Attila, kivel szeretnél játszani? Ferivel. Csodálatos. Ez a beszéd. Indítjuk is az órát. Jó, hogy minél előbb egymásnak tudjatok esni, Jani. Azt mondja, hogy 3, 2, 1, fire. Te tényleg Németországban dolgozol? Jól tudod, Feri. Hogy kerültél olyan messzire? Téglástól az legalább 2000 kilométer. Tévedés. Több? Körülbelül 1260 kilométer. Csak 1260? Így van. Feri, te ma este fogod nézni a meccset? Természetesen. Te is? Egyértelmű. Milyenben játszunk, tudod? Milyen színű mezben? Piros a kedvenc színem, és azt szerepelni fog a válogatott mez színében. Másik is fog a piroson kívül. Úgy tudom, hogy ma egy színű mezben fogunk játszani, az pedig a piros egyszer, lesz. Csak piros. Mit csinálsz Németországban? Konyhai kisegítőként tevékenykedem. Mosogatsz? Így van. Vágni kell össze az alapanyagokat a szakácsoknak. Te ebben otthon vagy, jól tudod. Szereted a melót? Én mindent megteszek, gyerekek. Nincs más. Én mindent megteszek. Én mindent megteszem. Túl vagyunk rajta. Én mentem, én szaladtam, én ütöttem, vertem. Hinkeserves volt, de azért ez megvolt. Megadjuk. Attila, van egy ajándék csomagot. Letelt az 1 perc, igen. Végre az elfogytál. Pedig elég sokat ült én csendesen. Pedig mi akartam, Balázs, hogy lehetne olyat, hogy aki a 2/3-ig itt is eljut ebben a játékban, tehát a 40 másodperc. De begyorsultál, haverom. Itt is lehetne használni a bumszot. Aha, bumszoftvert. Jó van. Attila, persze, megvan az ajándék csomag, küldjük neked, ügyes voltál. Egyébként megérdemled. Jó? Kicsit nyögvenyelős volt, de nem volt passzív. Megadjuk, hát, megadjuk izgultán. Köszi a játékot. A nagy csendek játékban. Vigyázz magadra. Köszönöm, sziasztok. Szevasz. Ciao. Hello. Akkor 2-2? Hát igen. Anyjaj, holnap kell akkor. Holnap kell feltenni az íre a pontot. 5 perc, pontosan 7 óra, Ákos hírei után már is itt vagyunk. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred.
Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4-8 lesz, 5 perc múlva szép reggelt mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk, és hát hűvös idő nincs, de esik az eső sok helyen. Igazi őszi borongos időjárás van. De eshetne jég is. Nézzük az előnyeit. Nézzük azt, hogy mi lehetne. Lehet-e sokkal hidegebb? Lehetne már onos eső? Úgyhogy mindig próbálunk az időjárásban valami jót találni. Tényleg, lehetne hidegebb? Lehetne nagyobb köd is, bár nagyon sok helyen köd van. Hétvégére pedig abszolút cudar lesz. Tehát hétvégére nagyon. De lehetne sokkal rosszabb is hétvégén. Sokkal nagyobb köd. Mindig van a sokkal rosszabb megoldás. Sokkal nagyobb eső, sokkal több hó, sokkal több jég, sokkal több dér. Bizonyám. Na nézzük, mit írnak hallgatói, mi a helyzet az utakon. Derecske felől közlekedők mosolyogjanak a 47-esen, ezt Saca küldte nekünk. Szigetszent Miklós, Lidl után hatalmas baleset, két tűzoltó, több mentőrendőr, teljes utzár, kerüljön mindenki. Időben nehéz a kiutás. Aztán a második Rákóczi-Ferenc út elesett, Halásztelekig áll a sor, Bútoros Jani küldte nekünk. Köszönjük, négyes úton Monoros ülő között műszakhibás autó torlódást okoz, ezt Bünyő küldte, valamint Trafisomogy megye, azon belül is Kapos mérőben. Hát ezek vannak. Mikor van a meccs, kérdezitek sokan? 20.45. 20.45-kor kezdődik, de meg nem mondom, hogy melyik csatornám. Hát gondolom valamelyik közszolgálati. A Királyin menj? Tóti. Hát ezt én nem tudom. Hát szerintem adja, biztos adja a Királyin. Szerintem nem olyan nehéz megtalálni. Jó, persze, nézzétek meg, hogy nem csak akartam segíteni. Nem tudták megmondani, hogy melyik csatornában van. Hol nem lehet? Tudom nézni. Igen. Sajnos nem fogom látni, igen, mert nem mondták a Balázsik, hogy hol van. Nézzétek meg, jó? Én belépök a Skype-omra, úgyhogy addig beszéltek. Jó. Én most akartam magamnak egy fiókot létrehozni. Ugyanabban a cipőben nevezünk. Aha. Mi, én már ez, nekem van csak két ilyenem letöltve, igen? Ilyen csevegő alkalmazás, én már ezt utálom. Én nem akarok már még egy, hogy van a WhatsApp, meg van a Viber. Okos. Érted? De hát mégiscsak van már rajta egy csomó olyan ember, aki azon tartom a kapcsolatot, és jön az egyik, jön a másik, így csörög, ott csörög. Miért nem jó nekünk egy valami? Hogy nem lehet egy ilyen konszenzusra jutni, hogy mindenki... Egy nagy közös. Egy nagy közös csevegő. Egy nagy közös Skype, hogy nekem mindegy melyik. Kocs kínaiak. Lehet az azt is. Van sajátjuk, mindenhol. De állt valaki fegyverrel a fejed mellett, hogy törzs le ezeket? Nem, de van egy ismerősöm, aki ezt használja, mondta, hogy nem lépsz föl erre a fa a zöld színűre, de föllépek. Jó, a másik mondta, nem használod a kéket. De hát ez mondom, a békának nincsen meg, nem tud majd minket lekövetni. Például, ez az egyik. Félsz, hogy lemaradsz valamiről. Mi a nem vagy Viberen, meg WhatsAppon? De annyira nem használom, de rajta vagyok, és akkor van három ember, aki ezen ír, érted? Olyan vagy, mint Nyuszika a folyóparton. Aha. Mit csinál a Nyuszika a folyóparton? Nyuszika minden nap elmondja, hogy megerőszakoljak a folyóparton, de ma is arra megy, tudod. Tehát, hogy ez a... Picit jól esik. Ez szörnyű, mert de hát ma is arra megyek, basszus. Hát de hogy egyébként meg, de akkor meg nem tartod vele a kapcsolatot. Miért WhatsAppon, miért ne tartod a WhatsAppot? Mert a WhatsAppot letörlöm. És akkor mi van, akkor írsz neki egy SMS-t. Hát azért, mert WhatsAppon nem tartod vele a kapcsolatot, akkor letörlöd. Azt látja, hogy én kiléptem a WhatsAppból, és akkor tudja, hogy nekem nem igen. Azt látja, hogy ha te letöltöd a WhatsAppot, akkor ő meglátja, hogy neked is lett WhatsAppod, igen. De ha nem WhatsAppon tartod a kapcsolatot, akkor SMS-ezel vele. Hát ez semmi nagy különbség, egyébként nincsen. Ha van internet alapú SMS-e, tehát nem zöldbe megy el az üzenet, hanem kékbe megy el. Mert akkor iMessage-en küldted. Vagy ez már bonyolult? Ez már túl sok? Nem zöldbe, kékbe, iMessage-en. Akkor az ugye internet alapú, és akkor az nem kerül pénzbe. Hát csak most olyan is, a Skype-ot akarja letölteni magának, érted? Hogy így mindenki próbál haladni, fejlődni, és lassan el. Csak nem találja, mert A-val keresi, és nincs meg neki egyelőre. Így van, és ezzel. Feléné itt el akartam egy picinkét. Elipszilonnal írt mindenféleképpen. Szóval semmiről nem maradsz le, hidd el. Nem a lemaradás. Hát most csak az ember próbálja tartani, érted, a tempót. Meg színesebb tőle a kijelző. De, ahogy hát lapozol, csomóval. Nem? Igen, most nem csak egy oldalas a telefonod, hanem... Viberről is az a rossz, hogyha letöltöd, mindenki látja, hogy letöltötted a Viberodon. És akkor mindenki tehát nekem van Viberem, és mi kapcsolatban vagyunk, és letöltöd, akkor nekem megjelenik, hogy te letöltötted. Ami egyébként sok minden nem jelent egyébként. Uh-huh. Most
Hát csak annyit, hogy vele nem fölhívlak. Akarsz kapcsolatba lépni valamiért. Na jó, de hát amúgy se kell őt. Miért nem akar velem viberezni vajon? Vajon ja, ez a gondolkod. Én nekem nincs viberem, én letöltöttem, de nem szerettem, úgyhogy letöröltem. Igen, ez a baj egyébként ezzel. Ugye? Van egy csomó olyan ember, meg egy csomó olyan embernek a telefonszáma megvan mindannyiunknak, hát ez a vajon őszintén, akikkel nem feltétlenül akarunk minden nap kommunikálni. És hát legyen meg, mert hát, ha valamikor jól jön. És amikor letöltött például ezt az alkalmazást, akkor ő látja, hogy neked megvan, és picit olyan, én amikor megláttam először, hogy jaj, most akkor biztos azt hiszi, hogy én nem, hát látja, hogy ezer éve nem találkoztunk, nem beszéltünk, azért mégiscsak itt vagyok, tudnék vele beszélni, igen, ha akarnék, de most azt látja, hogy nem akarok vele beszélni. Vajon ez neki kellemetlen, mert nekem az. De miből látja, hogy nem akarsz beszélni? Tehát, hogy letöltötte? Hát, ne, hát persze, ott van, igen, ott van az alkalom, de úgy tudod, hogy nem akarod. Nem akarod ízét. Tudod, ez, mert valahol utcán összefutok, akkor ezer éve nem találkoztunk. Fél, na de hát, mi ott van hallod, a Viber, akkor még föl kell, hogy hívja, hogy lássa, hogy nem akar. Igen, de beszélni. Látja, hogy egyébként, ha akarnál, akkor kapcsolatba kerülhetnél vele. De te nem akarsz vele kapcsolatba kerülni, csak azért van meg a telefonszáma, amit tudom én ezer éve meg. Még megvolt, és nem törölted ki. Hát most én hülye vagyok, ilyen, nem értem. Hogy neki, hogy azt, hogy kellemetlen, érted? Ott van 100 ember, vagy 200 embernek a telefonszáma, és a felével valamikor volt valami kapcsolatod. Nem törölted le a telefonszámukat, és akár beszélhetnél is velük, de te nem akarsz velük beszélni. Na de már várjál, most az én telefonkönyvemből, igen, valaki letölti a Vibert, igen, és én meglátom, hogy egy 20-adrangú ezer évvel ezelőtt, de benem lehetem, letölti a Vibert, én azon nem sértődök meg, hogy ő letölt. Nem 20-adrangúak vannak közte, hanem na de tudom, hogy neki egyébként is megvan a telefonszámom, tehát tudom, hogy úgyse hív föl egyébként, tehát nem a Viber miatt hív, vagy nem hív, hanem egyébként se akar veled beszélni. Igen, nem? De én valójában engem inkább az zavar, hogy én nem akarok vele beszélni, és ő látja, hogy fönn vagyok, ott vagyok, akár még rá is csöröghetnék, ha akarnék, de nem és akarok. Már itt van, ingyenesen is megtehetnéd, és nincs még van. Akkor se teszed meg. Nincsenek nagyon kibúvóim. Ez túl parázod. Hát most nem akarsz valakivel beszélni, most miért izguljál valakivel, mert nem akarsz vele beszélni? Hát nem, miért kéne, hogy ilyet izgulnod? Jó, hát mert érted, most azért, mert belőled kilúgozott a lelkismert furdalás már hosszú évtizedekkel ezelőtt. Nem vagyok hajlandó amiatt izgulni, hogy valaki, akivel 100 éve nem beszéltem, izgul-e azon, hogy én letöltöttem a Viber-t. Amit mondok, ezért. Hát, nem hiszem, hogy egy telefon applikáció letöltése után is te találsz valamit, amiért téged furdal a lelkismered, és egy kicsit rá tudsz szorongani. Most letöltöttem a Viber-t, de most mit szól hozzá Józsi ott a Lőrinc utca végén, hogy neki megvan a száma. Hát kit érdekel? Hát nem hívott föl, nem hívott föl, nem? Hát egy telefon alkalmazás letöltését ne szorongjál. Hát ne azért ne töltsd le, hogy mit szól a 26. valaki, akit egyébként se hívtál föl, mert most látja, hogy Viber van, Vibered, hát nem ettől fogod felhívni. De mindig nagyon kellemetlen érzem magam, amikor valaki azt mondja, hogy rám csörög, hogyha rám, nem, csak az ilyen beszélgetésekkel, amiket általában te kezdeményezel. De én megvilágítom neked a lelked sérüléseit, hogy ezek fontos problémák, hogy egy Viber alkalmazástól már te szorongsz. Hát, saját lelked sérülését világítál meg én föl, pontosan. Tárjátok föl, ugyanolyan lehetőségetek lenne feltárni és szembesíteni dolgok. Hát ne haragudj, hát most ezzel letöltöd a Vibert, és most ettől izgulsz, hogy mit szól az, hát ezzel nem szabad. Jani szorong emiatt, én szorongok amiatt, hogy kit veszítek el, ha nincs meg ez a ízém, értem. Hülyeségek miatt. Őrüljük magunkat, mi hülyék, látod, ahogy őrüljük. Nem, ilyen baromságon szorongasz, mert olyan vagy te is, mint egy ilyen felborult libáskosár, hogyha letöltöm a WhatsAppot, és azt letörlöm, akkor jaj, lemaradok valamiről. Hát ha SMS-t akar neked az illető írni, amúgy is ír SMS. Hát nem de egyébként már a WhatsAppon valamiről van egy beszélgetésünk, érted? Mert mondjuk napi kapcsolatban vagyunk valami miatt. És akkor én most lelépek a WhatsAppról, akkor ott az megszakad. Nem szakad meg. Adjuk, mindegy, nem akarom. Nem, ezt nem akarom. Á, Istenem, ne terheltek vagytok, az a baj. De szerencsére de csak még az a jó. Olyan hülyeségeken mi tudtok izgulni, tényleg. Nem tehát, izgulunk, ilyen, csak elmondjuk, nem, hogy hát mi van. Érted? Tehát, hogy követjük a 2000-es éveket. Tehát mi megyünk előre a technológiával, beszállunk a dologba, tartjuk a kapcsolatot embertársainkat. Milyen alkalmazást töltöttél utoljára? Te meg mit mondasz? Zseblámpa. Te meg mit? Tényleg, ne, tehát te olyan nagyon tartod. Rajta van magától a zseblámpa. Tartod a kapcsolatot. Érted? Te meg azt mondod, hogy nem kell, dobjuk el ezeket. Én egyébként egy szkendelő programot, egy dokumentum beszélni. De Balázs, ebből a szempontból tényleg őszintén, mert tényleg csak akkor hívja az embert, ha kell neki valami. De gyerekek, de most ez rosszul. Van az embernek családja, vannak barátai, nem vagyok hajlandó azon izgulni, hogyha letöltök egy alkalmazást, akkor a, most mondok egy nevet a telefonomból, tök mindegy, a Horváth István meglátja, hogy jaj. Most miért kell Pistába perelni, mikor reggel, basszus, 4-8 van.
vele. Egy éve nem hívott, megtöltöttem a Viber-t, most mit fog szólni, hogy én letöltöttem, mert most akkor ú, de nagyon ki lesz. Eddig se hívtam, most se hívom. Hát nincs egymással dolgunk, nem hívom. Hát én de a szám azért megvan. Ha majd hát egyszer kell. Hát tényleg ne idegesítsetek föl. De majd egyszer azért föl. Ott tartod a számot. Olyan kiborítottak. Akkor töröld ki a számát most. Korlátoltak vagy, nem vagyunk a... Jó, kitörlöm Horváth István. Van, tessék, van nekem egy ilyen telefonszámom, hogy mit tudom, Ákos Lioness, mit tudom én ki? Nem tudom. Vagy... Itt megáll a Lioness-es autó. Ákos vagyok. Én tudom, hogy onnan van ez a telefonszám, hogy melyik munkáddal kapcsolatos, töröld ki szerintem, már úgy sincs olyan semmi baj. Mit tudom én, autómentő Manol. Mit te elvagyod? Attila. Töröld ki most. Ha idegeskedjek én azért, hogy most őt nem hívtam föl egy éve? Nem fogok idegeskedni. Mert ha kell majd, hogy fölhívd, akkor mit fogsz csinálni? Na. Ha szükséged lesz rá, és akkor nyomorultól fölhívod. Ne arra, hogy 5 éve nem hívtalak, de most légy szíves. Ha őszinte vagy, most kitörlöm. Mert mind a 400 telefont egyébként naponta hívogatjátok a telefonatok. János Sándor Palota, töröld ki. Tessék, itt van, mondjuk, mit tudom én, itt van, tessék. Na. Kriszt Balázs. Balázs Kriszt. Fogalmam nincs, hogy ki ő. Töröld végig az egészet. Viktor Felcsút. Te miért az összes 4526 telefonszámodról tudod, hogy kis naponta fölhívod, és lelkismert furdalással fekszel le, hogy jaj, nem hívtam föl a 600 telefon. Szerinti, hülyék vagytok? Hát nem, de kapcsolatot tartasz. Nem, csak olyan kellemetlen. Tehát, hogy érted, ránézzük a telefonszámot, és akkor legközelebb találkozunk, és azt mondja, hogy láttam, hogy fönn vagy a Viberen, hívhattál volna, ha akartál, ha nem akartál írni, rohadjál. Szóval nekem ezek ilyen kellemetlenek. Vagy legalább dobsz egy ezért le is jöttem volna. Te ott fogsz feküdni majd a halálos ágyadon, és rá fogsz jönni, hogy nem csináltál mást, mint végig idegeskedted, végig szorongtad, végig feszülted az egész életet. Töröttem az emberi kapcsolataimmal. Nem. Ezek nem valódi emberi kapcsolatok. A telefonszámaink nagy része nem valódi emberi kapcsolat, hanem asztalos, butoros, orvos, segítség, elintézi. Nyilván a család és a baráti körön kívül 600 olyan van, akit egyébként te meghívsz a születésnapodra, fölhívsz karácsonykor, tudod a születésnapját. Nem, de 400 ugyanakkor nevet meg... tudnék mondani a telefonszámot, most odaadnál neki, ez igaz. Nincs, hogy kicsoda. Izgulsz miattuk? Uh-huh. Egy picit, igen. és akkor most velem van a baj. A legszörnyűbb az, amikor látom, hogy például gyújtsd a telefonszám mellett ott van egy fotó is. És szinte igen. Látom a rosszallást a tekintetében, amikor hál' Istennek nem lehet kinagyítani, de hogy picibe ott van, és így néz de vissza. De meg tudod nézni, ha kinyitod egy ilyen csevegő ablakba kinyitod, akkor már rákopintasz, akkor látod, hogy tényleg rosszallóan néz. Ezt egyébként tudtam, de direkt nem akartam mondani, mert, de nem, én nem nyitom meg, pont ezért nem nyitom meg, mert látom, tudod, ez a sötétben bújkáló rémhír terjesztő lefordul, mert nem lesz. Nem. Ezek fontos, az emberi kapcsolat. Súlyos bajok vannak. Jó, majd valaki majd küldje azokat a telefonszámokat, amiket Balázs kitörölt az elmúlt percekben, mert még sikerült. Hírd már Horváth is, hogy szia Balázs, szeretnék veled beszélni, Horváth is. Nem, higgyetek el, nem. Komoly baj nem velem van. Jó, akkor a szombati villás reggeli törölve János Sándor Palot. pedig nagyon vártunk. Na, egy érdekes kísérletre bukantunk, ami tulajdonképpen nem is kísérlet, hanem valakinek eleged lett abból, hogy annyira kátyús az ő utcája, hogy felajánlott egy mangalicát, méghozzá az Albert Kázmér pusztaiak felajánlottak egy mangalicát annak, aki a sajátjuknál kátyusabb belterületi utat mutat nekik a megyében. Hú, magas labda. Magas labda, így van. Sopron melletti kis településről van egyébként szó, és ők azt mondják, hogy elegük van abból, hogy annyira kátyús az út, hogy nem lehet rajta közlekedni. Szeretnének egy szép, érett, nagy darab mangalicát adni annak, aki náluk kátyusabb utat tud mutatni. Én nem láttam a fotót egyébként erről az utcáról, de hát ha... Jött egy SMS. Engem miért töröltek? Na, tessék, látod? Te ez király. Jött egy idegen számról. Engem miért töröltek? Írj vissza, hogy ki vagy. Látod, akkor nem tudom, most nincs meg a száma, nem tudom ki, hogy nyelvi szélünk. Hát akkor látod, ő például benne se volt. Na, most ez az igaz. Bárki jött, lemutattam, hogy benne se volt. Ez ilyen SMS-ektől félek én is. Ne, mert egy 70-es számról jött, engem miért törölték. Na, szóval, hogy hagyjátok a telefonszámomat most, na. Jó? Légy színe, bárki jó? Ne írogasson, mert dolgozni szeretnék. Te is elkezdtél egy picit feszülni. Ugye? Rohadtul nem feszülök. Na, szóval, hogy...
Felhívjuk azt az úriembert, aki ezt felajánlotta, hogy mondja el nekünk, hogy hány kátyú van az ő utcájában, és miért ajánlottak fel egy mangalicát. Itt van Bertalan Attila. Hello Attila, jó reggelt kívánok! Hello, hello, jó reggelt! Hello! Szia Attila! Na, Albert Kázmér puszta. Jól mondom, ugye? Igen. A helyiségről van szó. Ez valahogy Sopron-Kőszeg környéke, ugye? Jól nem, mondom. Nem, ez Moson-Magyaróvár után. Moson-Magyaróvár. És Hajtúr között ez az első falu, az osztrák falu, ami tőlünk körülbelül másfél kilométer. Te vagy ott a polgármester. Nem vagyok én itt semmi sem. Nem vagy a polgármester. Még nem vagy polgármester. Akkor jók az információim. Nem is jóhajtok. Na, és fölajánlottatok egy mangalicát, mert hogy kátyús az út? Nem azért ajánlom, az is ajánlottuk föl, igen. Hát én inkább csak ilyen figyelemfelkeltésnek szántam, mert egyszerűen, hogy rossz az út, ezt már mindenki tudja 20 év óta, évek óta csak ígérgetik, másfél éve nem foglalkoznak az úttal egyáltalán, és itt a gödröket nem lehet megszámolni, mert 20 centénként kátyú van. És azért próbáltam felajánlani, mert egyszerűen úgy láttam, hogy csak ez a hír a hír. Nem de az a baj, hogy nem a megfelelő embernek ajánlottad föl már évekkel ezelőtt ezt a mangalicát? Hát nem tudom, ha tudnám, hogy kinek kellene felajánlani azért, hogy itt jó út legyen, akkor még egyet is felajánlanák. Hova várjátok a fotókat, vagy hogy lehet erre jelentkezni? Tehát te felajánlottad a mangalicát, oké, de hát nyilván akkor mindenkinek... Hát, hogyha hát most egy polgármesterek összefognak, amivel is egyeztetve van ez a kérdés, és akkor meg lehet számolni, meg lehet nézni a fotókat, most már több televízió is lefotózta, de egyszerűen megszámolhatatlan. Szóval biztos vagyok benne, hogy nem találunk a környéken, hát én is járom azért az országot, nem találni ettől rosszabb utat, ami tulajdonképpen összeköti Ausztriát és Magyarországot. Mivel itt már úgy tudjuk, hogy azért 10 év óta hitegetnek, hogy majd akkor, mert volt itt egy uniós pénz is, ami a közös határokon lévő utakat rendbe teszi, el se történt meg. Tavaly azt mondták, hogy megvan a pénz, megvannak a tervek, nem történt semmi. És hát akkor ennek az osztrákok se örülnek, hát ha nálatok rossz az út, akkor rossz. Ez a probléma, az osztrákok most már tiltakoznak, mert innen átvisszük a szennyezőanyagot, a kavicsot, a mocskot, és az ő útjaikon a saját maguk autóiba kárt tesznek. Kérjétek meg az osztrákokat, hogy akkor csinálják meg ők az utat, nem lehet? Hát persze, magyar, hát azért van az unió, azért vagyunk az unióban, ők is, mi is. Ők jó szándékú jelét adták akkor, mikor megnyitották a határt, mert itt is behajtani tilos tábla volt. Na, mégis azon a napon mégiscsak leszerelték, beleegyezett a falu, és most így köszönjük meg. Hol lehet az utcátokat, vagy az utat megnézni? Van erről egy fotó, vagy föltöltöttetek valahova egy hivatalos fotót arra, hogy lássuk, hogy valójában mennyi kátyú van? Nem, de most már több televízió is mutatta, úgyhogy mindenkinek van már róla. És hogy kell nézni? A RTL-től kezdve mindegyik. Adott kilométeren belül hány kátyútok van? A lakott területen belül így volt. Lakott területen belül, ha valakinek több a kátyúja, viheti. Jó, akkor viheti a marcot. Ránézés, és nem számoljuk meg ránézésre is. Attila, most, hogy beszéltünk a kevésbé fontos dolgokról, hol lehet megnézni a mangalicát? Ez érdekel. Mekkora az állat, mit tudunk róla? Kázéron van az is. Egy fotót nem lehetne esetleg róla, de arról, amelyiket adnád, tehát, hogy azért érted, lendő tulajdonosok. Nem, van ott vagy 20 darab, lehet választani. Szürke vagy fecske hasú? Szürke. Olyan nincs, de mindegy. De van olyan göndör, mint Balázs Palac? Fehér, ez göndör. Ez a szürke. Hány kiló csajószág? 160-180. Jó Isten, hát ő akkor már egy szebb darab. Ebből már kijönne egy jó kis vursli. Belőle már lehet csinálni. Na, és van, aki jelentkezett? Vagy van, aki jött? Csak barátok jelentkeztek, csak barátok, hogy csak nekem is van kátyú, nekem is van. Aha. Ez csak vicc vagy. Én ezt nagyon szeretem, ezt a felhívást, ez ötletes igazából. Egyébként tehát, hogy már mindent megpróbáltatok, elmentetek mindenkihez. Itt már nincs olyan fórum vagy egyéb, ami nem jártunk volna meg. Polgármesterrel, jegyzővel közösen, másik falunak a polgármesterével, mert Moson-Szolnokkal köti össze ez az út tulajdonképpen, de és nagyon sok ember jár ki dolgozni ezen, de nem csak ennek az útnak a leglényegesebb része, hanem az, most ez a migráns áradat, ami van, Hegyeshalomban lezárják az országhatárt, ez a legközelebbi elkerülő út a Hegyeshalmi autópálya mentesítésére, és a határ mentesítésére. És ha tényleg hófúvás van, akkor is erre járnak, és senki nem foglalkozik vele.
Na, most közben már nézzük az utatokat. Hát nehéz lesz, igen. Tehát értem én, hogy miért ajánlottátok fel ezt a mangalicát, közben a Google Maps-en már ott vagyunk nálatok, és nézzük. Hát itt konkrétan nem, hogy méterenként, hanem az egész út, az egész utca. Az egész utca. Egy romhalmaz. Hát egyszerűbb, ha az ember a fűvön megy, ott mi jobbra poznák. Hát olyan, mint háború utáni állapot. Igen, te mivel foglalkozol egyébként, hogy mit csinálsz? Hát én egy vállalkozó voltam, egy ilyen szállítási cégem van, meg ilyen. 3 évvel ezelőtt saját költségén, saját munkaerőből raktuk be a kátyukat betonnal. Így. Hát látom, hogy volt felújítás. Hát azért ne haragudjon a világ, hát most rendszerváltás után évvel vagyunk, és akkor magunknak kell utat csinálni. Közút, igen. Igen, igen, látom, hogy volt rajta egy kis javítás, igen. Igen, ne, igen. A foltokba, azt mindent mi csináltuk, azokat a betonfoltok. Van egy rész, ahol egyszer csak egy ilyen szürkébb betonozott, vagy aszfaltozott útra érünk fel, ott beértünk ilyen házak közé. Igen, igen. Hát ez egy ilyen valahol egy pici maradék volt, aztán akkor pár évvel az ide. Ott már tényleg nem lehetett még tankkal se közlekedni. De aztán láttam, hogy újra leértem erről a szépen aszfaltozottról, és újra ott vagyok azon, ami hát háborús övezet. Hirdetésen nem gondolkodhatok, hogy jogsorsa érdemes mangalicámat 12,4 kilométernyi kátyúzó szetre, illetve a friss aszfaltra cserélni. Hát, ha valami jobb ötletek van, akkor én vevő vagyok rá. De mennyivel tudtok menni? 10 km per óra? 15? Hát még annyival. Kitűnik a tengely, gondolom. Igen, hát... Hát most ha nem ennek, hát múlt héten is volt itt egy ittal, szerencsétlenek egy hölgynek segítettünk, hát kitörött a kereke. A defektek, a disztárcsát gyűjtöttem 62 darabig az utcélén, amik ugye leröpülnek a rossz út miatt. 62 darabig gyűjtöttem. Hát nincs belőle egy ilyen autóalkatrész, gumis, hát fenn is. Hát akinek kell disztárcsait, lehet, ingyen lehet vinni. A ház az út mellett laksz, mert meg tudnám nézni a házadat, mert ott itt barangolok nálatok. Itt egy utca van, itt vagyok egyébként az utat, egy medence van a ház az udvaron. Ez látszik az útról, mert az úton megyek egyébként. Nem, hát az úton jobbra. Egy buszmegállónál vagyok éppen most, egy buszmegállónál. A buszmegállótól második ház még előbb a határfán. Az eredetileg is medence volt, vagy egy kátyú, ami feltöltődött vízzel? Sárga házad, vagy fehér? Sárga. Akkor látom a házadat. És sárga hosszú parasztház. És az, ja, itt csak ilyen házak lehetnek. Sárga, piros, ilyen igazi cseréptetővel és egy ilyen vörösebb kerítéssel. Úgy van. Gyere ki, hát, ha meglátlak. Integes bele. Ne jobbra, szemben. Na, gyere ki az útra. Figyelj, látom, konkrétan be tudok menni a házadba. Bemenjek? Nyugodtan, gyere! Nyisd ki a kaput, úgy egyszerű. Várjál! Ne, gyere egy picit vissza az a nyári konyha. Nagyon szép kis zsaluk vannak az ablakon, jó látom? Igen, ilyen zöld zsaluk. Zöld zsaluk vannak az ablakon. Van egy kis madárfészek itt a házon, a fánál? Vagy mi van ott a fán? Azt látom, hogy egy ilyen kis fehér valami van. Az első fára a garázsbejárónál fölrakva. Az a postaláda? Nem tudom. Hatalmas terepmétes gatyák száradnak a fregol. De milyen szép a sövénykerítésed, ezt kivágja. Add meg a kezdje. Van aki rendezi. Na jó, nagyon szép. Imádom a meg tudnád adni. Imádom minden, ami kertészkedés. Hallod, ezek a muskát? Pár tűvel, ha arra járok a feleségem. Attila, van itt egy ilyen letakart lovaskocsi, vagy mi ez? Micsoda? Letakart lovaskocsi. És itt fekszik, az a másik felén van. Az a másik felén van, így van, az micsoda? Hát az egy tűzoltókocsi volt, vagy hát dísznek volt kitéve ide a faluba, csak már tönkre ment. Dísznek volt kitéve, nagyon szép, kis sárga, hát eljutottunk a házadik, ez meg nagyon egy néni picsi. Most látom, hogy valaki már mászik be egy maszkba a házadokba. Autón vagy ilyesmi, két maszkos csávó. Jaj, Attila, jól van, hát mi nagyon kedveljük ezt a felajánlást. Mi szurkolunk, azért is beszéltünk erről. Hát, ha legközelebb erre jártok, van egy UV boros pincém, akkor meghívlak benneteket jó pohár borra. Ott a ház alatt? Igen. Na megnézem azt is a térképen, bemegyek a boros pincébe. Jól van, nagyon szép az a fehérház is ott mellettetek egyébként, szép új kerítés. Igen. Az egy osztrák ismerősünk. Nagyon kicsi rendezett. Na hát milyen komoly már a technika, hogy így tudunk beszélgetni, hogy közben eljutottunk. Hát igen. Eljutottunk egészen a házadig. Attila, hát ha ez a kis nyilvánosság, amivel mi rendelkezünk, egy kicsit segít nektek és megoldódik, jó? Hát bízom benne, tulajdonképpen nem is akartam igazán fölvállalni ezt a dolgot, de
most már teljesen mindegy, ha egyszer beléptem, akkor csináljuk végig. Igen, ahogy János is mondta, szurkolunk neked, szurkolunk. Belesküljöttél már, mert hátra tudnánk menni megnézni a mangalicákat. Tényleg, hol a mangalica a kertben? Hátrább mentek meg, jobbra még egy olyan 100-150 métert, akkor meglátjátok őket. Jó, na akkor hátra megyünk a Google Maps-re. Attila, vigyázz magadra, köszönjük, hogy beszéltünk. Nagyon helyes ember vagy. Kitartás, ciao. Hello. Na, hát rengetegen írtak nekünk, hogy hol lehetne egy egész kondát benevezni. Egyébként nem csak egy mangalicát. Kiérdemelne egy egész kondát, mindjárt jövünk az SMS-ekkel. Jó, és ha szeretnétek Oven bácsival játszani, akkor küldjetek SMS-t. Akár a következő projektünk is meg lehetne ezáltal, nem? Tehát Albert Kázmér pusztaiaknak segítsünk egy kicsit, és fogjunk össze. Nézzük meg, hol van a közelben építkezés, kit lehet lefizetni, hogy 4 kamazzal odahordjanak valamit, és megcsinálhatnánk az útjukat. És döntsük el, hogy egy picit személyesebb legyen a dolog, hogy a mangalicának mi legyen a neve, Albert vagy Kázmér. Az meg a másik. 180 kilós állat, az jó. Az már nagyon jó. Éret, nem a böllérre. Bizonyen. Ugye böllértér kiállt az állat. És pálinkája. Jó, hogy Feri mindenre ráugrik, ami visi. Az már 180. Szúrjuk, üssed, vágjad. Jó, az pecsegyének. Szúrd meg, bőrd meg. Fél 8 volt pontosan 5 perccel jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt pontosan 2 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Uh-huh. Itt vagyunk és folytatjuk. Ugye a kátyús utakról beszélgettünk, hogy vajon hány olyan település van tényleg, akik attól szenvednek, hogy nem tudnak közlekedni a saját útjaikon, és utálják, hogy minden nap ott kell legalább egyszer elmenni reggel, és egyszer hazamenni. Lassan mész, tudod, hogy az autód is tönkre megy, és hát nem tudod az utat kikerülni. Mert hogy beszéltünk ugye Attilával, az Albert Kázmér pusztaiak, hát hogy is mondjam, gyöngyszemével tulajdonképpen, aki volt olyan drága, hogy felajánlott egy mangalicát, annak, aki kátyúsabb utat tud fotózni. Vagyis lefotózza a saját utcát, elküldi Attilának. És egy részvételjeleként. Részvételjeleként, így van, ha kátyúsabb az utad, mint az Albert Kázmér pusztaiak útja, akkor fotóz, leküld el, és kapsz egy mangalicát. Mi felhívtuk Attilát, hogy utána járjunk ennek a dolognak. Azon gondolkodtam, hogy kimennénk ide hárman a ház elé, és ezt a részt itt az ülőjén, ami egyébként sincs túl jó állapotban, egy kicsit még föltörnénk, akkor meg tudnánk szerezni a Death Note-t. Uh-huh. De az nem lenne korrekt, nem? Ha rátörnénk. Igen, picit öncélúnak és egy önös érdekekről vezérel. Jó, én a malacra mentem. A részedről felé, de és nyilván én nem is vagyok annyira érintve ebben a dologban. Ha megmentenénk a malac életét ezzel, akkor azt mondom, hogy oké. Hagyjatok már. Köszönöm szépen az Albert Kázmérőjak nevében és a több száz arra közlekedő nevében, hogy foglalkoztok a témával, jók vagytok. Azt mondja, hogy nézem még, mit érnek a hallgatóink. Az ország szerintem nem. Reggel srácok, én saját pénzemből felajánlok 10.000 forintot az útfelújításra. Bonos 16 küldte ezt nekünk. Sámsonkert és elférne egy útcsinálás. Jó munkát kívánok a homlokzat szigetelő fiúknak Tiszaújvárosba. John Carter küldte nekünk. Jászladány, Besenyőszők közötti út, felvenni a versenyt kátyú kérdésben, küldték a hallgatóink. Gyerekek, a mi falunkban köves út is alig van, nem hogy kátyú. Ezt Sanyi küldte neki. Nagy Bajcson, már törjük az utat, rohadtul kell az a malac. Aha, ugye? Robak küldte. Robak küldte nekünk. Járt már ez az ember a 47-es főúton, ott egy kondát kellene felajánlani, Puca írta nekünk. Felsőtól és Garáb közötti út, akkora gödrök vannak, hogy a disznó belefial. Csokis Tibi üzente. Csokis Tibinek köszönjük szépen. Nézzétek meg a Suhafői utat Google Maps-en, és jöhet a mangalica. Egyértelmű, tehát valaki már nyertesnek gondolja magát, Tibi küldte nekünk. Békés megye, Nagy Gyanté és Mezőgyán között, csak ékezetek nélkül jönnek, így nem biztos, hogy mindent jól mondok, olyan az út, hogy a kamaz elakad. Ezt Szala küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szóval sok helyen van ezért baj. Nem is kell messzire menni, nekem laki barátom Érdem. Hát, hogy ott milyen állapotok vannak, van egy olyan út, ahol úgy nem tudsz kerülni, mert a másik része Zsák utca, meg ott már ilyen erdős rész. Hát ott 10-szer végigmész, és vége az autódnak. Reggel elmész, délutáza mész, még elmész boltba, hazajössz,
konkrétan szimeringek, lengőkarok, minden cserélni kell. Na, te is bejelentkeztél a mangalicáért. Aha, a barátom érdi, de van egy barátom, ő érdel, akik nagyon kátyús az út. Fotózd le, megnyerjük a mangalicát, hétvégén megbökjük. Megcsináljuk. Átívjuk, pedig megszúrjuk az állatot. De nem tényleg, szóval, hogy ez megkeseríti. Megkeseríti az életedet, és már reggel ülsz be a kocsiba, és tudod, hogy végig kell menni. Lassan mész, előbb kell indulni, és 10 percig ülsz az úton, és kerülgeted a kátyukat, és közben érzed, hogy állj, ezt elkaptam, jaj, a felném, ú, a gumi, á, a szegény kocsi, szorongva ülsz a saját autódban. És már 11-re mész, akkor már rutinból tudod, hogy itt egy kicsit a jobb oldalon, ott kicsit átkül behúzod középre. Igen. Hát mi évekig jártunk, 4-es és új 100 között volt egy ilyen bekötő út, egy Móninak fél után mindig meg kellett állni lerázni a kezeit, mert a sok kanyarodástól, érted, eldurrant mind a két alkarja. Hihetetlen rossz állapot volt. Ültél aranyosan kis GPS-szel az öletbe az anyósülésen? Nem, a csomagtartóban voltam egy papírdobozba, és amikor ha odaértünk anyámhoz, akkor a Móni bevitte a dobozt, én pedig azt mondtam, hogy voilà, és kiugrottam a dobozt. Nem, azt mondtad, Viola. Tehát ültél ott a kis ülésen, és pattogtál, és hogy belementél a kis kátyukba. De igen, aranyos lehet. Igen. És nagyon szorongtál nyilván. Hát tudod, hogy miért neked a Lamborghini. Érted? Nincs nagyon normális úr. Leverted az alját. Nagyon hamar leér az elején. Mindig kölcsönautóval mentünk, hogy menőbbnek tűnjük. Na játszunk, itt van már is a játékosunk, Óven bácsi, ha játszunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Valaki azt írja, felénk úgy sincsen az ér. Ez az egész egy Mangalica Fesztivál gerilla reklámja. Zseni, Richelieu küldte nekünk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Jó reggelt! Bálint, hello Bálint, honnan hívtál minket? Nagyváradról, Romániából. Nagyváradról! Felajánlottál nekünk egy disznót, ha adásba kerülhetsz? Igen. Milyen, mekkora, mit tud? Húsdisznó, pontos adatokat nem tudok megadni, majd megbeszéljük. Jó, húsdisznó, érdekel meg. Húsdisznó. Pontos adatokat nem tudok megadni, lopott a jószág. Még nincs meg, ugyanis. Ma délután megyünk megszerezni. Pontos adatokat nem tudok megadni, nehogy ráismerjél. Igen. De már a házat kinéztük, ahonnan ellopjuk. Na jó van. Oké, figyelj, akkor mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Rendben. Óven bácsi, nincs túl jól. Nincs túl jól, Bálint, ezt hallott, hogy gépre tették az öreget. Ezek a két hangja szernek lenni. Igen, na figyelj, egy rövid dal részlet jön, jó? Figyelj. Ez egy sima dal. Egy hazai előadótól egy dalt kell kitalálni. Karamell? Igen! De jó vagy. Ez egy nagyon jó szám. Nagyon örülök, pedig izgultam rendesen, higgyétek el. Igen, egy jó kis karamell. De jó ez. Egy évig szünetre megy a karamell, képzeljétek el. Most lesz, decemberben van a nagy koncert, és egy évig nem csinál semmi. Nem fogod hallani ezt. Az menő. Hát én ezt még hallatom, a rádiók játszák, vagy akkor összes dalát ilyenkor kívül. Azt hittem, hogy ilyenkor jön élőben. Ja, hogy élőben éneklünk. Nem baj, Feri. Na, Bálint, van egy ajándékcsomagod, ügyi vagy. Köszönöm. Ez egy szép megfejtés volt, rövid dal részletet mutattunk, nem is vettünk ki a csomagból semmit, is jól megmondtad. Szereted karamellt? Azért tudtad? Nem, nagyon szeretem az adásokat, és igyekszem oda figyelni az ilyesmikre. És ez már négyszer volt feladvány. Egyébként. Egyébként minden nap jelen lehagyjátok ezt a számot, és már tök. Köszi, ciao. Küldjük az ajándékcsomagot, ügyes vagy. Köszi, hello. Na, jövünk a hírek után, 6 perc, pontosan 8 óra. Nem Gábor érkezik hozzánk, mert hogy múlt héten elköszöntünk tőle, és két heti rovatba tettük át, vagyis két hetente érkezik. Új rovatot indítottunk. Nemet váltottunk, nem Gábor. Nemet váltottunk, igen, úgyhogy valaki egészen más érkezik hozzánk. Szerintem kedvelni fogjátok, szeretni fogjátok, és sok hasznos dolog derül majd ki tőle is. Úgyhogy jövünk egy vadonatúj rovattal Ákos híré után. És most, hölgyeim és uraim! Töveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Olyan volt ez a dal, mint valami iskolai zenekar így előad egy ilyen Michael Jackson számot, nem? Hogy gyerekek, játszunk valamit, mit játszunk? Nyomjunk egy jackot, abból baj nem lehet. Gólyabárban táncolnak, és ők meg ott...
hátul iszonyatosan egyel azért annál. A gitárszóló résznél azért kiderült, hogy ott van tudás is. Nem tudom, én ezekkel a dalokkal mindig úgy jövök, hogy Jacko-tól. Tehát, hogy valahogy szeretem, hogy ez a nincs elég ötletünk. Tök jó, meg minden, de hogy valahogy Jacko-nak elhiszem. De abban a pillanatban, hogy valaki más játsza, nagyon kevés zenekarnak áll jól. Nem? Tehát, hogy tényleg csak elrontani lehet, igazából. Szerintem. Ez az én véleményem. Jó, szerintem meg rokkos. Egy jó újraértelmezés ezzel a kis rokkos betéttel, de... Uh-huh. Nem de az tudom. Eredetiben hiszem. Iskolai zenekar. Mit nyomjuk? Jackon, akkor elégetjük meg magunkat. Játszunk egyet. Döbben tarcok nézik őket. És aztán elindul a tánc, hogy a tanárok úgy szigorúan néznek, tudod, hát hogy jó. Ki ez a hangos zenekar, és mi ez a ricsaj. Már 11 óra van vége, kellene, hogy legyen ennek az egésznek, ők meg nagyon nyomják a Jackot. És nem néznek a közönségre, hogy nehogy baj legyen, tudod, az első fellépésnél. Jó, meg jó rokkos, nincs ezzel baj, csak kicsit olyan furi volt. Szóval Jackóhoz bátorság hozzányúlni minden formában, de nem rossz egyébként. Főleg fizikai formában. Hát úgy meg aztán a pláne ilyen. 21-esen nagyon szakad. De szakadhatta sokkal jobban is az eső. Bizonyan. Csak mondom, tehát hogy azért, aki reggel nem hallgatott minket, annak a kedvéért elmondjuk, hogy a ma, illetve az elkövetkezendő esősebb napokban azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy mindig egy picit próbálunk valami szépet, valami jót, valami pozitívat, valami előremutatót találni az időjárásban. Eshetne jobban is. Mi ezt beszéltük reggel, igen, hogy nézzük a jó oldalát, hogy ha tényleg itt november lesz, ónos eső, mindig találjunk valami jót, ne azzal húzzunk el mindenkit, elmondjuk, hogy gyerekek, ónos eső, a hideg is van, és a hétvége, Jézusom, az milyen szörnyű lesz. Próbáljuk megtalálni a jó dolgokat. A nagyobb baj az, hogy minden deci eső a ferőeréknek kedvez. Így van. Egy idő után úgysem lesz más mentség, hogy azt mondjuk, vagy más kifogás, hogy lehetne hidegebb, nem? Tehát egy idő után elfogynak majd az érvek. De havazásnál tudsz szánkózni. November 8-ai reggel egy ónos eső. Hidegebb is! És így eldőlünk balra, megfagyva. Hogy mit mondasz, hogy lehetne szánkózni? Igen, hát hogyha jön a hó, akkor is nem az kellett, hogy nem tudsz közlekedni, nem lehet szánkózni. Lehet szánkózni. Így van. 51-es út Baja és Érsekcsanád között balesetfélpályás útzár, széna, a WC papír árus küldte nekünk. Áll az M5-ös bevezető Budapest felé, és utána se jobb a helyzet. Szép napot, üdv Zozi. Káposztás megyéről Rákospalotára 20 perc az átjutási idő az alagút felé, 1 perces út helyett 20 percet kell haladni. Szentendrei befelé teljesen betérdelt, ez mindig úgy lesz, kérdezi Maki velem. Aztán 6-oson Mecseknádasdi Szerpentinen a feje tetején áll egy autó, és emiatt félpályás zárás van, figyelje mindenki. Mérnek a 7-esen, az M7-esen, a 133-as kilométernél mindkét irányban, ezt Tamás küldte nekünk. Aztán az M1-esen Győr felé, a komáromi felhajtónál civil autóból mérnek a csúnya bácsik. Ennyi. Vigyázzon mindenki. És mondom, hogy mi az oka az araszolásnak az M2-esen, azt mondja, hogy Vácnál a cementmű és a kórház közötti kihajtónál van egy baleset, kint vannak már a rendőrök, és a tűzoltók informálják az érkező autósokat, úgyhogy ott is menjetek egy picit lassan. Tessék, igazad van, Balázs, Uli zenekar, számból vetted ki a szót, így egy hallgató, valaki meg azt írja, hogy zseniális zene, és imádtam. Imádtam a rockot, ilyen SMS-ek is vannak természetesen, csak nehogy itt a két srác sért vérezzem magát. Nem érezzük sért, hanem csak elmondtuk, amíg jól. Láttam, hogy a periférikus látásom, hogy helyesen bólogatott, hogy jól van, az hogy ilyen SMS-ek is megkerülne. Bántotta az önérzeteteket, hogy most lesz Uli zenekaroztam. Demokratikus srác itt ma reggel. Látom, hogy ma izét reggeliztetek, úgyhogy gondoltam. Gyorsan beolvastál egy másik SMS-t is, hogy visszabillen. Persze, látom, hogy kiborultatok. Azt mondtam, Uli zenekar, nem mondtok semmit, csak látom az arcok, hogy úha. De mondtuk, hogy nem. Azt szerintünk azért az egyet túlmutat a Uli zenekarról, szerinted meg Uli zenekar, semmi baj. Szólót letekerni. Ez nem ilyen súlyzenekarnak megy. Csak értjük, hogy megint azt az SMS-t olvasod be, ami a mellette. Mi a baj? Jön az ősz, már kicsit így elmacskásodtok reggel. Persze. Jön a hideg, fáj egy kicsit a derék, fáj a láb. Tudom, az ember kicsit nyugösebben kell, nincs ezzel baj. Azt mondom erre fel a bolyra, hogy súlyzenekar. És... Aha, mi nem szoktunk nyugösen kelni. Dehogy. Nem, mi kell nyugösen. Látom én ezt, ezért dobtam csontot. Ez a volt, aki jót írt. Ez a zenekar egyébként 10 millió számra adja el a lemezeket az Egyesült Államokban, és hihetetlen jó slágereket írt, csak amit nem játszok.
Ez egy rettenetes rossz. Így van, és egyébként meg... Na, akkor nekem fáj, na nekem fáj, most 10 perc ezzel lovagoltok, nekem fáj. Igaza van Balázsnak, mert tényleg sulizenek arra, a kőbányai zenesulinak a diákjai valószínűleg így játszanák el ezt a dalt. Például. Na most akkor mégis fáj. Na akkor mégis fáj, hogy itt most lemezeladással jöttem, na akkor mi? Na te ugrálsz rajta, nem mi tényeket közlünk, te ugrálsz rajta. Jó, gyerekek, van jó masszőr, a kicsit tényleg már fáj, menj, jön a rossz idő. Hát, ezzel inkább én adhatnék neked tanácsot szerintem. Nincs ezzel baj, én tudok mindenütt se. Gyújtsd rá. Már kértünk. Hagyd a fenébe, Feri. Ma először látom rajtad, hogy ma hiányzik a cigi. Hagyd a kutyafádat, gyújtsd rá. Képzeld el. Felmentésed van. Kérted a sérót, mi? 8-tól fél 9-ig felmentésed van. Rágyújthatsz. Oké. Okay. Ez most a te napod lehet. Én beletörődtem a séróba egyébként, nem, hát az már, annak már mindegy. Na, új rovat, jó? Nem jó. Új rovat, mert hogy Gábor átettük két hetive, és egy olyan vendégünk lesz, aki volt már nálunk néhány évvel ezelőtt, és nagyon jó dolgokat mondott, és arra gondoltunk, hogy a táplálkozás egy picit, nem azt mondom, hogy hanyagoljuk, mert nem hanyagoljuk, Gábor két hetente természetesen vendégül látjuk, hanem foglalkozunk a táplálkozás mellett valami mással is. Mert rengeteg női hallgatónk van, de hát pasik is emellett nyilván a nők mellett használnak különböző kozmetikumokat, és hát azért itt is egyre nagyobb a kínálat, egyre több olyan termék van, ami ígér nekünk dolgokat, és nagyon nem gondol bele az ember, hogy mit használ, amikor fogatmos, amikor tusfürdőt használ, amikor különböző dezodorokat használ. A kezét krémezi. A kezét krémezi, ugye, mint János egy nap kb. 8000 szer. És itt is szerintem igaz az, ami a táplálkozásra, hogy van valamilyen ősbizalom, hogy az ember egyszer leveszi a polcról, és azt gondolja, hogy hát ártani úgyse árt, megeszem, hiszen fent van a polcon, majd valaki vigyáz ránk. És szerintem ezen megszólásokból ki fog derülni, ez egyáltalán nem így van, itt is nagyon tudatosnak kell lenni, és hát nagyon meg kell válogatni, hogy az ember mit kell magára, mit ad a gyereknek, mivel mos hajat, és mivel szennyezi, mivel mérgezi magát, és mivel nem. Ezerféle termék van, ezerféle ígérettel, nehéz eligazodni. Úgyhogy arra gondoltunk, hívunk valakit, aki hát azért, hogy is mondjam, szakavatott a témában, érdekli, kutatja a dolgot, és sok jót tud mondani. Antal Vali, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Hello, Vali! Na, hát örülünk, hogy itt vagy. Két heti rovatot szántunk neked. Kozmetikumok, samponok, fogkrémek és mindenféle szépészeti eszközök. Ez nem csak csajok használják, ezt azért pasik is használják. Persze. Nem tusfürdők, dezodorok, minden. Jó esetben. Jó esetben, ha férfiak fürdenek és nem szappant használnak. Igen, most egy olyan témát választottunk, ami szintén érdekelhet mindenkit, hogy próbáljuk azért szűkíteni egy kört, mert a nagyon sok... A kopasz fejből rápolása. Arról is tudnék mesélni. Lehetne erről is sok minden mesélni. Az majd decemberben. Dezodorok. Hogy ugye ez volt az idézőjeles házi feladat, egy picit próbáljuk szűkíteni. Dezodorok, stiftek és minden, amit a nők használnak. Elsősorban talán izzadás ellen, nem? Igen, és ez az én nagy bajom. Ez a te nagy bajod? Igen. Hogy használják? Nem, az, hogy az izzadást gátolni akarják, nem pedig szabályozni. Én ezt úgy szeretem, az első mondatot már úgy odavág, hogy itt mindenki vigyázba vágtam a kertsőt. Igen, főnök azt, hogy Gábor után ez egy éles váltás. Drága jó nagymamám mondta egyébként mindig, hogy nem izzadni ciki, hanem büdösnek lenni, és a kettő közt óriási különbség van, mert hogy az izzadás az egy nagyon-nagyon fontos kiválasztó szerepe a szervezetnek. Oké, Vali, csak ha az ember izzad, akkor szóval, hogy akkor büdös is. Szóval mindenki büdös? Nem törvényszerűen. Egy férfi megizzad, akkor előbb-utóbb hát izzadságszagú lesz. Azért történik meg, mert a bőrödön van egy baktériumflóra, és ahogy kiérkezik az izzadság a verejtékmirigyeken, gyakorlatilag az a baktériumflóra ott elkezd bizonyos anyagcsere folyamatokat végezni, aminek lesz egy szaga. És pontosan arra való a dezodor, tehát nem arra való a dezodor, hogy egyáltalán ne izzadjunk, mert az élet veszélyes is lehet akár, erről mesélek, ha gondoljátok, hanem arra való, hogy ezt a bakteriális anyagcsere folyamatot gátolja meg, hogy ne keletkezzenek szagok. Tehát ha nincs baktérium, akkor nem vagy büdös izzadásnál. Ha nincs a baktériumnak ez a fajta anyagcseré, akkor nem vagyunk büdösek, de büdösek lehetünk ettől függetlenül is, hogyha mondjuk belül a szervezetünkben valami nem úgy zajlik, például hormonális problémáink vannak, annak van egy nagyon jellegzetes izzadságszag, azt így ki lehet szúrni messziről. Én amikor egy emberek közt vagyok, akkor is simán megmondom, hogy ez táplálkozási probléma, ez vese probléma, ez kiválasztási probléma. És miért háromszor rámutatok? És miért mutogatsz folyamatosan az ablakra? Ez a falra. A
A fára, igen, de miért ilyen parfümőr orrod van, hogy ezt így megérzed, vagy így körbe szimatolod hát az embereket? Hát ez a 25 éves tapasztalat, hogy úgy figyelgettem az embereknek a szagát, és rájöttem arra, hogy bizonyos szaktípusok köthetők bizonyos belső problémákhoz. És van az általános tesszag, amiről az előbb beszéltünk, ami egy ilyen állott időszak után elkezd úgy ez a baktériumos bomlás, ami elkezd mocorogni, ami egyébként talán a legkevésbé kellemetlen az összes többi szak közül, belső probléma. Oké, de a legtöbb nő, meg a legtöbb férfi szerintem elsősorban azért kenni magára ezeket a hónajstifteket, dezodorokat, mindenféle izzadásgátlókat, hogy ne legyen büdös, tehát szerintem senki nem az izzadás zavar, hogy most a hónajat kicsit izzad, hanem az zavar, hogy a nap végére azért jó, hogyha mondjuk beleszagolsz a pólódba, akkor nem érzed magad izzadnak, és ezért használsz különböző mindenféle, hát hogy is mondjam, adalékanyaggal ellátott dezodort és izzados tiftet. Mi ezekkel a legnagyobb baj? Vagy miért ne használjuk őket? A legnagyobb baj az velük, hogy a legtöbb dezodornak a fő hatóanyaga egy alumínium vegyület. Többféle alumínium vegyület egész pontosan, valamilyen alumínium só, vagy annak különböző vizes oldatai. És az alumínium gyakorlatilag blokkolja a verejtékmirigyeknek a működését. Tehát ezért tudják megcsinálni azt, hogy már ilyen 24-48, sőt már 72 órás dezodor is van. Csak úgy elgondolkozok azon, hogy ha 72 órán keresztül a hónai mirigyeink, verejtékmirigyeink nem tudnak kiválasztani, akkor vajon mi lesz azzal a méreganyaggal, amit a hónai mirigynek kéne kiválasztania? Hiszen a hónajban nem pontosan ugyanolyan verejtékmirigyek találhatók, mint a test többi részén, tehát itt speciálisok vannak. Például a nehéz fémeknek a kiürítése és különböző vegyi anyagok kiürítése is a hónai mirigyeken keresztül történik. Na most veszek egy ilyen 48-szeres dezodort, minden reggel bekenem magam, és mi történik? Gyakorlatilag ha 10 évig használom, 10 éven keresztül nem tud üríteni az ottani verejtékmirigy. Elmegy odáig a cucc, csak nem tud hova menni. Mi lehet ennek a legsúlyosabb következmény? A szervezet nagyon okos, mert hogy nem fogja visszavinni a méreganyagot a szervezetbe, hanem megpróbálja eltárolni ott, ahol ugye falakba ütközik, a legközelebb eső zsírszövetben. Na most, ha logikusan belegondolunk, hogy hol van a hónajhoz legközelebb eső zsírszövet? Mell! Pontosan a mell. Nem véletlen, hogy például patológusok mellrákos szövetekben mutatnak ki olyan anyagokat, amiről nem is tudták elképzelni egyet, ahogy kerül oda. Hát így kerül oda, hogy leblokkoljuk az izzadást. De mi történik ez a stift? Mit csinál, amitől blokkolja a mirigyeket? Tehát, hogy annyira erős pórus összehúzó hatású, hogy totál összerántja. Totál összerántja. Egyébként az alumíniumsókat a gyógyászatban életmentéskor ilyen nagyon erős vérzésekkor szokták vérzéscsillapítónak is használni. Csak az a baj, hogy mielőtt ez bekerült a kozmetikai dezodorokba, azelőtt senki nem csinált egy hosszú távú hatásvizsgálatot, mert a rövid távú az tökéletesen működik. Csak a hosszú távú most kezd kijönni, mert valójában gondoljatok bele, hogy a 80-as évektől kezdtünk el igazából napi szinten dezodort használni. Azért előtte nem volt ez akkora divat. Akkor mosakodtak az emberek. Most 72 órás dezodorokat használnak. Aztán van még olyan hátulütője is, hogy ha csak az alumíniumba gondolunk bele, meg az alumíniumsókba, számomra elgondolkodtató az, hogy a 70-es években miért tiltották be az összes közkonyhán például az alumínium evőeszközeket, meg az alumínium lábasokat. Azért, mert egy egyszerű szobahőmérséklet, meg egy egyszerű nedvesség hatására olyan alumínium vegyületek oldódnak ki ezekből, amikről már a 70-es években bebizonyosodott, hogy rákkeltőek. Ehhez képest mi oldott só formájába bevisszük a szervezetünkbe. Igen. Tulajdonképpen maga az alumínium eltömíti a pólusokat, és ezáltal nem jön létre az izzadás? Tehát... Nem a pólusokat tömíti el, hanem van egy olyan erőteljes pólus összehúzó hatása, hogy gyakorlatilag így berántja az összes verejtékmirigynek a végét, bestoppolja, nem tud kijönni a verejték. Azért a hangod meg, ahogy beszélsz, meg a hangsúlyozás szeretebb nagy váltás a Gáborhoz képest. Tehát igen. Azért itt van csend, van rend, van fegyelem, van, nem? A Gábor, bocsánat, hogy élek, de tegyünk bele egy kicsi amaránt tisztet az erőturmixba, imádom. Teljesen más a dolog. Mondtad, hogy vizsgálták például a daganatokat, hogy van összefüggés, vagy lehet mondjuk egy női tumorban talált nehéz fém között, és a között mondjuk valaki 20
hogy 30 éven keresztül például nő létére alumíniumos dezodorokkal dezodorokat használ? Lehet összefüggés? Szerintem van összefüggés. Na most a gyógyászat, vagy a hagyományos orvoslás erre azt mondja, hogy lehet összefüggés. Uh-huh. Tehát nincs egyértelmű bizonyíték. De ha nincs összefüggés, akkor a mellrákos nőknek, az onkológusok miért tiltják meg a dezodoroknak a használatát? Tehát ez olyan elgondolkodtató, hogy megelőzésre nem kéne talán ezeket betiltani, vagy fölhívni az emberek figyelmét rá. Nem, de amikor gond van, tehát bárkinél, és nagyon érdekes, hogy a veseproblémásoknál is megtiltják, mert aki veseproblémás, annyira okosak a verejtékmirigyeink, hogy a vesének a szerepét át tudja venni részben. És tulajdonképpen, aki mondjuk félvesével él, annak sem engedik, hogy alumíniumos dezodort használjon. De a csomagoláson mindig rajta van, tehát nem tudnak úgy csalni, mint az élelmiszeriparban, hogy adnak neki egy másik nevet, és nem ismered fel. Tehát én nézem, mert én nem veszek alumíniumos cuccot, de legtöbbször azért látom, hogy valamilyen a nőiben, férfiben valamilyen alumínium származék azért benne van. Vagy van trükközés? Trükközgetnek az elnevezésekkel, mert azt tudni kell, hogy a kozmetikai hatóanyagoknak egy teljesen külön nevezéklistája van. Tehát egy átlag ember a átlag kémiai tudásával be se tudja azonosítani. Most mondok nektek egy példát, amit mi úgy ismerünk, hogy konyhasó, és így szerepel az élelmiszereken, azt megtanultuk kémia órán, hogy nátriumklorid, az kozmetikai nyelven szódiumklorid. Tehát, hogy véletlenül se ismerd meg. Na most miután ugye kirobbant a botrány 1988-ban, amikor az OSH, ez egy óriási nagy intézet, ez olyasmi, mint nálunk az ANTS, csak az Egyesült Államokban van, és sokkal nagyobb, bevizsgálta a kozmetikumokban leggyakrabban használt 3000 hatóanyagot, és megdöbbentő volt, mert több mint 2000-ről kiderült, hogy káros. És abból 360 valahány, nem tudok pontos számot, mert nem hoztam adatot, 360 valahány konkrétan rákkeltő, többek közt pont az alumínium tartalom miatt is. És egyszerűen azóta sem történik semmi, tehát ugyanúgy benn vannak ezek a kozmetikumokban, és nem tudunk ellene semmit tenni, tehát nekünk kell odafigyelni. És miután kirobbant a botrány, a gyártóknak ugye ez egy nagyon olcsó alapanyag, meg működik tőle végül is, látszólag működik valójában tőle a szer. Működik, tehát tényleg nem izzad az ember. Igen, látszólag működik a szer, és azt csinálják, hogy kirobban az alumínium botrány, akkor adnak neki hirtelen valami másik nevet, amiből lehet következtetni, hogy az is valami. Például a alumínium klorhidrátot, alumínium klorhidroxidot és alumínium kloridot szoktak használni, ezek ilyen különböző alumínium sok. Na most kirobbant a botrány, hirtelen lett olyan neve, hogy alumina. Aha. Na jó, hát mondjuk ez azért nagyon ostobának kellene, hogy ne tűnjön föl, hogy alumínium, alumina. Igen, na most ugye... Nincs benne alumínium, drágám, mi van benne? Alumina. Egész más. Távol keleti. Ismeretlen hangzáson él. Igen. És akkor csinálnak olyan trükköket, hogy gyakorlatilag megpróbálják ezeket úgy rövidíteni, hogy ne tűnjön föl. Mondjuk, ha láttam már olyan dezodort, amiben az van, hogy ACH, ez van ráírva. Ez az alumínium klorhidrát. A rövidítésre. Hmm. Most az ACH-ról nem tűnik derül ki egy laikusnak, hogy esetleg az alumínium. Jó, de ha rajta van az, hogy alumínium free, akkor onnantól kezdve mondjuk biztos. Onnantól kezdve lehet még benne triklozán, lehet még benne lehet még benne propilenglikol például, amik szintén na károsak. Jó, most ezt csinálják. Pont ez jött volna, hogy oké, vigyázzunk arra, hogy ne legyen benne alumínium. Uh-huh. Most ezt átütöttük. Szerintem nők, férfiak ezrei megnézik. Majd, drágám, van benne alumínium, nem, vegyél őt, ami már rajta van, hogy alumíniummentes. Egyébként nagyon sok helyen van már alumíniummentes. De ezen kívül az előbbi két vegyületről mit kell tudni, vagy mi az, ami még veszélyes lehet, mi az, amit még figyeljenek a vásárlók, hogy a propilenglikolt ne legyen rajta. Azért, a propilenglikolt azért tartom veszélyesnek, hogy propilenglikolnak is mondják ugye a kémiába, azért tartom veszélyesnek, mert átjárhatóvá teszi a bőrt. Tehát gyakorlatilag olyan anyagot is be tud tuszkolni, ami nem oda való. Kvázi mondjuk be tudja tuszkolni a színezéket, meg azt az illatanyagot, ami nem a véráramba való, tehát simán beviszi a véráramba. Ez az egyik probléma vele, a másik probléma vele, sokan nem tudják, hogy ez a fagyálló. Na most, ha cégeket csuknak le, akik fagyállóval hamisítanak dolgokat, akkor biztos, hogy mit nekik keres a kozmetikumba? Atya Isten, azért itt is lesz miről beszélni. Bőven. Nem? Az ember ártatlanul használja, és nyilván
tényleg itt is, amiről a robot elején beszéltünk, van egyfajta bizalom, leveszhet, hát azt gondolom nem állt. Ráadásul pont a nőknek, akik ugye baromi veszélyeztetettek, mert annyi mindent visznek be, a fogamzás gátlókról is tényleg minden hónapban kiderül, hogy ez már csak negyed annyi hormon, mint az előző. Két év van, megint kiderül, majd beszélünk egyszer elő, és ez már megint csak negyed annyi hormon, 15 éve azt hallgatott, hogy negyed annyi hormon tartalmaz, mint az elődje. De hát akkor mennyit tartalmazott az elődje ahhoz képest? És mégis ugye, hát azért itt is van, persze szedik, meg itt sincs egyértelmű bizonyíték, de lehet róla beszélni. Hát ugyanilyen például tényleg ezek a kozmetikumok, hogy nagyon sok minden van. Hónaj botoxot csinálják például baromi sok, hogy bevarratják a hónajukat. Ugye, hát ugye a hónaj botox, ami arról szól, hogy ne izzadjál, összehúzzák itt is a pólusokat, beleszőnek valamilyen kis botox szálat, mint aranyszál, ezüstszál, nem tudom, és ezáltal ugye hát nem izzadsz, hát olyan, mintha bezárnád a pólusokat. Én ilyet is hallottam, de mondok hogy durvábbat. Lézerrel beforrasztják a hónai verejtékmirigyeket. Tehát rendes lézeres műtétet csinálnak. Ilyenkor a test nem tud kompenzálni, tehát nem tud máshol üríteni. De fog, csak annak nagyon rossz vége lesz. A homlokodról csorog a veríték. Nem úgy, amit az előbb elmondtál, hogy a mellbe megy például. Vagy elkezd mondjuk, mert a hajszál is képes nehézfémet kiválasztani. Na most az, ami simán kijönne neked, ami ugye általában a nehézfémes izzadás el is színezi, főleg a fehér ruhákon látszik, hogy kicsit olyan sárgásabb vagy zöldesebb a színe. Na most képzeld el, hogy ha az neked bemegy fejbőrbe, és a haj elterhelődik tőle, akkor kihullik. Teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi, előbb-utóbb totál ki fog hullni a haj. Megvan, hogy ki csinált hónajbotoxot hármunk közül. Látod, kinek hullott ki a haja? Ja, tényleg ez lehet az oka. Sok volt a stift a legbűnösebb. Sok volt a stift a laktanyában. Mi? Toltad a stift, toltad a Aztán nekem azokkal a dolgok, amiket elmondtál, ugyanaz a bajom idézőjelben, mint azokkal a dolgok, amiket a Gábor szokott mondani, hogy azért az ember nem így vásárol. Tehát, hogy azért nem életszerű az, hogy bemegyek egy drogériába, és olyan nálam igen, de ezért szokott is Balázs cinkelni, hogy megfogom a terméket, és végigolvasom az összes hatóanyagot, az összes ennek ezeknek a feléről nem tudom, mert laikus vagyok, nem tudom, hogy mit takarnak. Na de ha már csak az alumíniumot például kiszűröd, mert tudod, de hallottad, hogy amellett még mennyi minden van benne, vagy lehet benne. Persze, hát ezeket ilyenkor gyorsan tollat kell ragadni, le kell edzetelni. Dezodorban a három legrizikosabb, az alumínium származékok, a triklozán, ez egyfajta ilyen baktériumölőszer, ami benne van, és a propilenglikol. Ezekre kell nagyon odafigyelni. De egyébként, ha majd jövök be hozzátok, azért mindig többet tanultok, és megígéret, hogy okosabbak leszünk? Meg. És tulajdonképpen én csináltam egy lexikont. Ez kimondottan ilyen kozmetikai nevezékeknek a lexikona, amit neten el lehet érni, ez egy hatóanyag táblázatnak hívják, és gyakorlatilag minden egyes, körülbelül olyan 3400 hatóanyagot vittem föl ebbe a lexikonba, és forrásanyaggal együtt lehet látni, hogy az mennyire káros vagy nem káros. Na, de nem adunk alternatív megoldást? Pont azt akartam mondani, hogy most csak riogatunk, vagy alternatív megoldást is adunk. Adhatunk, nyilván egy nagyon sok már ugye naturkozmetikum van, például azt olvasod, hogy naturkozmetikum, megnézed az összetevőket, ezt nem találod benne, van, aki azt mondja, hogy sima szódabikarónától baromira nem izzad, mi az, ami jó? Most, bocsánat, előtte még egy kicsit, ez a paliknál ugyanúgy fönnáll, tehát ugyanúgy lehet alumínium származik, nem a férfi stiftekben, ez ugyanúgy benne van. Sőt, a férfiakéban többet raknak, mert hogy a férfiak jobban izzadnak, mint a nők. Sokkal többet vetett, sokkal nagyobb mennyiségben van a férfiak. Ezt is mi kapjuk, igen. Úgy, hogy a férfiak veszélyeztetettebbek a nehézfémszennyezéssel, ráadásul még. Tehát a férfiak nagy része azért olyan helyen dolgozik, ahol nagyobb a nehézfémszennyezettség, a nők azért kevésbé vannak ilyen helyen. Tehát nem elég, hogy többen az alumínium, még a nehézfém is több bennük, és nem véletlen, hogy a amerikai statisztika szerint az Egyesült Államokban 2012-ben már minden ötödik mellrákos férfi volt. Ó, atya Isten. Na, amiről akkor azt hitték, hogy női betegség. Na akkor mondja nekünk olyan ötleteket, amikkel elérjük azt, hogy nem leszünk rákosak, viszont illatosabbak leszünk. Vagy legalábbis nem leszünk büdösek. Nem leszünk. Ez is jó. Nem akarok illatos lenni, csak ne legyek büdös. Mondta Balázs a szódabikarbonát, az tényleg jó, csak sok embernek kicsit macerás. Na most lehet, hogy poént mondok, de lehet már kapni olyan dezodorokat, aminek az a neve, hogy kisebbségi dezodor. Tényleg? Most nagyon elhallgattatok, pedig azt hittem, hogy erre ugrotok. Igen. Kisebbségi dezodor, aminek az a lényege, hogy szakemberek kevertek be egy olyan szódabikarbóna és
gyógynövény koncentrátumot, aminek azért kisebbségi dezodor lett a neve, mert hogy azoknak az embereknek találták ki, akiknek a úgymond ezek a bio alumíniummentes dezodorok nem válnak be, mert az a nagy tapasztalat, hogy egy alumíniumos dezodor után vált valaki egy olyanra, amiben nincs alumínium, fellélegeznek végre a verejtékmirigyek, és a 10 éve tárolt trutyit elkezdik kitolni, és olyan penetra istáló szaga van tőle az embernek, hogy... Ezt én igazolni tudom, én a Balázs hatására kezdtem el ilyen dezodorokat használni, alumíniummenteseket. Hát és ez lett körülbelül igen. A következménye. Mondtad is, hogy leállsz, mert hogy ilyen tócsa van a oldalad. Mondom, hogy tartsál ki, tartsál ki. Igen, hagyjál be a szag. Figyelj, mondtam egy 2 éve Jarinak, hogy felejtsd el, megnéztem, milyen stiftet használom. Úristen, hogy felejtsd el, használni, és embertelen mennyiségben jött belőlem az izzadság, és így egyszerűen azt éreztem, hogy nem használ, hogy nem működik a dolog, pedig valószínűleg tényleg akkor ez történt, hogy akkor felszabadult a szervezetem az évtizedes megterhelés alól. Nekem nem is jöttek be, tehát hogy vissza kellett térnem az ilyen fújósokra, a dörgölős ilyen stiftek helyett, pedig hát nem baj, én szeretem a 84-et, nem vagy azt tudod magad vele. Nem baj, nem baj. Frissi, 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 84. Tényleg. Jó, tehát, hogy keresjük, akkor a natúr dolgokat, arra gondolsz. Mindenképpen a natúr dolgokat, de házilag is nagyon egyszerűen lehet dezodort készíteni. Mindenkinek ajánlom, ha megtalálja hollapomat, ott van egy boszorkány konyha, ahol 10-valahányféle házilag készített dezodornak a receptje fönn van, amiben ugye alapanyag lehet a szódabikarbóna, a hamamelisz, a zsája, a... No, hamamelisz. Te, az csak fölnyom. Most kezdtél az Gáborra hasonlítani egy picit. Varázsmogyoró. Igen. Kis mogyoró. Gyerekek, abból nekem kettő is van. Varázsmogyoró. Hasonló poros összehúzó hatása van, mint az alumíniumnak, csak nem zár be teljesen, tehát sose zár be teljesen, tehát hagyja ülni a méreganyagokat, de mégis csökkenti, vagy szabályozza egész pontosan a verítékezést. És nagyon jók még bizonyos illóolajok, amiknek az a szerepe, hogy nem a verítékezést szünteti meg, hanem ezeknek a baktériumoknak az erjedését, tehát totál szaktalanít, ráadásul finom illatod is lesz tőle. A citrusfélék nagy része ilyen, az eukaliptusz ilyen, a levendula ilyen, a teafa olaj, azt ugye nagyon szoktuk ajánlani. És nem életlen, hogy a biodezodorok, és főleg a Demeter dezodorok, mert ugye a Demeter az a legmagasabb minősítése a tisztaságnak, tehát azok a legtisztább termékek, amin Demeter minősítés van, tehát érdemes Demeter dezodorokat is keresni. Miért nem egy Ferenc? Miért nem egy Demeter? Miért nem egy Balázs? Azért, mert Déméter volt, aminek az istene? Hát valaminek az istene, a tisztaság istene. Nem a tisztaság istene. A kertészkedésnek a tehát a kertészkedésnek volt az egyik istene, ez a Déméter, és gyakorlatilag, mivel ugye a Déméterség az élelmiszerekre vonatkozott nagyon sokáig, de most már egy Déméter gazdaságból származó alapanyagból készült dezodor is Déméter, vagy Demeter. Jó, hát nem akarunk senkit riogatni, lesz itt még szó majd tusfürdőkről, lesz itt szó fokrémekről, tehát van még miről beszélni, mert ugye baromi sokat használunk ebből, az ember tusfürdőt használ, fokrémet használ, ott sem árt a tudatosság. A végzettséged micsoda, Vali, ezt többen kérdezik, hogy kozmetikusként végeztél, ugye? Igen, nekem van egy érettségim, aztán van egy politikai okok miatt fel nem vettek egyetemre végzettségem, aztán elmentem gyorsan kozmetikusnak, de az alatt én folyamatosan partizán módon hallgattam bele minden egyetembe. 1987-ben szereztem természetgyógyász végzettséget Dr. Olá Andornál, ami ugye akkor még büntetendő cselekmény volt a régi rendszerben, tehát akkor még ezt úgy nagyon, jó, nem csak nagyon kellett titkolgatni, aromaterápiás végzettségem van, és 2005-ben van meg a nemzetközi kozmetikai hatóanyag elemzői végzettségem. De ezt tudtam róla, de ez érdekelte leginkább. Jó van, Vali, nagyon-nagyon szépen köszönjük, 2 hét múlva akkor folytatjuk. Tusfürdők, fokrémek, jó? Ez jön szerintem, mert ott is van miről beszélni. Aztán le lehet rólam már szállni. Tusfürdők, fokrémek, egybe? Nem, külön-külön, tusfürdők, fokrémek, jó? Jó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Mit reggeliztél, Vali? Csak a tradíciók is mindig meg szoktuk kérdezni. Elmondom, zöld turmixot ittam reggelire. Ha most hajnél a kását mondasz, akkor megvagyod. Nem volt időm kását főzni, mert ugye 4-kor keltem, hogy ide érjek. Úgyhogy nem kását főztem. A tegnapi kása nem jó mára.
Az már nem olyan. Gáborral nem szoktatok recepteket cserélni? Dehogy nem rendszeresen. Zöld turmix és? Rendszeresen. Zöld turmix és most fogjátok be a fületeket. Na. Ettem egy ilyen teljes kiörlésű kenyeret házi vajjal és szalonnával. Na! Házi szalonnával! Szeretlek! Végre! Jól van, már. Megbocsájtok mindent! Csütörtökön máshogy szoktuk ezt abba hagyni, úgyhogy ez a kis szalonna ez most jót tett. De jó. Mali, két hét múlva folytatjuk. Köszönjük, puszi neked. Sziasztok. 3:49 lesz, 7 perc múlva jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan. 9 óra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Esetne jobban is, hidegebb is lehetne, úgyhogy örüljünk mindennek, ami körülöttük van. Mi voltál kint? Milyen idő van? Ez. Hát, hogy őszintén legyek, eléggé ilyen lehúzós. Lehangoló? Aha, igen, de lehetne ennél sokkal rosszabb is. Ez igaz. Beleléphettél volna egy rozsdás százasszögbe, hogy mész ki. Na, például. Ahhoz képest. Így van. Áll az M5-ös Szeged felé a nullás lehajtóján, áll azokát nem látom, sajnos SMS-ben jött. Az M3-as Miskolc felé a 27-es kilométer után áll. Ezt Geri küldte nekünk. Lánymenyes híd közepén Pest felé külső sávon meghibásodott munkagép vesztegel, nagy a dugó, Bazsi írta nekünk. Szerémi Budafoki út egybefüggő sorlépésben is alig haladunk, mentő is volt, nem tudni a hatalmas dugó okát. Ezt Fish küldte nekünk. Megvan egyébként, hogy miért áll az M3-as. A 60-as kilométernél baleset van, és emiatt van ott dugó, valamint a 93-asnál Trafi Nyíregyháza irányában. Internetes Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Ferihegyi úton a gyorsforgalmi előtt Pest felé 3 autó ütközött, ott is alakul a dugó, Réka üzeni, valamint a Szerémi úton másfél órája arra szól a dugó a Budafokitól egészen a hídig. Budafoki út szintén halott. De mi lehet az oka? Ezt láttak valamit? Én nem látom. Budafoki mindig nagy dugó van reggel, de ekkora dugó nem szokott lenni. Hát tehát a Lágymenyosi hídra azért előbb-utóbb valahogy ott feljutsz, vagy tovább tudsz menni. A Lágymenyosi van egy munkagép, az lehet, hogy odaig visszadugul? Szerémi? Jó vagy, a kutyafádat, de jó vagy. Végre. Azt a kutyafádat, vagy valahova. Ezt komolyan mondom, írd föl, hogy jó vagy. Hogy többet úgy sem mondod. Azt mondom, hogy írd föl, hogy megdicsérlek. Nem, azt írd föl, hogy jó vagy. 2015, 10.8, 8.52. Jó voltam. 8.55. Nem, csak azt írom föl, hogy jó vagy, és akkor ez... De a macskakörmöket. Jó vagy, akkor ez vonatkozhat rá is. Nem, ezt magad a macskakörmöket ragdod, hogy jó vagy. 8.53, ma jó voltam. Sebestyén Balázs. Ne azt írd, hogy Bali megdicsért, azt írd, hogy ma jó voltam. Ez az igazság. Nem, oda kell írni, hogy te mondtad neki, mert az én elfogultság lenne, érted? Igen, hogy hívják, nem olyan, hogy mondtad, nem a zsűr. Jó, akkor érted, hogy ezt azért mégiscsak a te mondtad. Na, voltam. Drága hallgatók, tehát akik ti ott álltok a Budafoki úton, tartsatok ki, mert a Lágymányosi híd közepén Pest felé a külső sávon meghibásodott egy munkagép, és emiatt nehéz visszadugul egész egyszerűen, és nem tudtok feljutni a Lágymányos hídra. Úgyhogy kitartást. Jó, ezt most Ferinek köszönjétek meg, hogy ilyen élesen, és ilyen pengén ezt összetette. Nem rossz. Volt. Holnap be se gyere. Na, lesz egy nyugodt napod. Csak egy mondat a rovattal kapcsolatban, sokan szeretitek, sokan nem, jönnek az összeesküvés elméletek, miért beszélünk erről, miért nem beszélünk erről. Nézzétek, minek eldönti, hogy mi fér bele neki, és mi nem. Azt is mondom, hogy két hetente nem is biztos, hogy kell ezt a rovatot hallgatni. Gáborról is megoszlanak a vélemények, amennyien szeretik, annyian utálják. Én azt mondom, hogy erről beszéljünk, olvassatok utána, legalább tudjatok róla információ szinten, nézzétek meg, töltsetek le különböző interneten található honlapokat, szakirodalmat, olvassátok el, és ha egyetértetek ezzel, amit hallottatok, akkor tudatosan tudtok válogatni. Ha az ember nem tudja, csak leveszi a polcról, akkor a választás lehetősége sincs meg. Csak egy apró kicsi bogarat, ha az ember fülébe erőltetnek, utána olvas, megkérdez valaki orvosát, patikusát, tényleg gyógyszerészét, és legalább tud választani. Mi mindig ezért beszélünk róla. Aztán úgyis az ember eldönti, hogy miben hisz, kinek hisz, ki a hiteles, ki nem hiteles. Minden esetre erről beszélünk, akkor tudjátok, hogy ez van. Ha csak 3 ember elolvassa, és azt mondja, az alumíniumot nem, viszont ezt igen, és bevált, lehet, hogy már egy picit tudtunk segíteni. Úgyhogy az ilyen rovatokat mindig ezért hívjuk életre. Minket sok mindennel meg lehet vádolni, ez minket egyáltalán nem zavar. De egy csomó mindenről kell beszélni szerintem egy reggeli műsorban. Ez is hozzátartozik, hogy igen, ne gondoljuk azt, hogy azért, mert finom, illatos és jó, és mondjuk olcsó, törődnek azzal, hogy nekünk mi a jó valójában. Sokszor nem, sokszor igen, nyilván, és nagyon sok termék igen,
legyetek tisztában vele, olvassatok utána, aztán döntsetek. Az nem, biztos nem tudjátok, más a célunk. Hogy nem én vagyok ennek a két rovatnak a nagy, vagy hogy nem én kedvelem a legjobb a hármunk közül ezt a két rovatot, de én például szeretem mind a kettőt, még akkor is, ha nem mindennel értek együtt, hát, mert legalább kezdesz gondolkodni. Három percig még a rovat után eltöprengsz azon, amit a Gábor vagy valami mondott, és már úgyis ott vagy a nagyváratén, a nevesnél, és benyomsz egy kolbászt, egy jó fehérkenyérrel úgy bevágod, nem? Úgy de fincsi lesz. Most érted, a barna kenyér alkalmatlan a szaft föltunkolására. Tehát eddig 4:11-kor voltál a hentesnél, most kicsit így gondolkodom. Még és akkor 4:15. 3:40. Viszont nekem ők barátaim egy apró kis fokhagymás fejjel megkínálnak, hogy valami, érted? Jó, egyébként jó is az. Egyszerűen hozok neked holnap esetleg, de hát ha nem kell. Jó, na, mutatjuk a beugrót, jó? A hármas ugrása, mert hogy a hírek után majd játszunk, úgyhogy figyeljen mindenki, jó? Ez a beugró a hármas ugráshoz. Rövidebbek lettünk, Zsül? Nem? Zeneileg? Mondja, hogy legyünk egy picit rövidebbek. Meghallgatjuk, figyeljetek! Hát röviden meg a legjellemzőbb rész van benne, úgyhogy könnyű dolgotok. Igen, mutatjuk még egyszer. Na, legalább kettő. Írjatok meg nekünk, mit hallottunk. Jó az előadó, jó a dalcím. Jó, küldjetek el nekünk, SMS számunk 0670-645-00-00. Jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kitartás, az idő lehetne sokkal rosszabb is. Lehetne sokkal rosszabb is, úgyhogy próbáljuk megtalálni a pozitívumot a mai időjárásban. Nincs más érvünk, mint hogy esetne jobban, lehetne ideg. Tényleg, hát igen, ez gyerekek, itt az ősz, nem tudunk mit csinálni. Hétvégére már csak 12 fokot mondanak vasárnapra, és szakadó esőt. Menő, de lehetne már jég is. De lehetne már jég is, így van. Ez nagyon frankó, mert vasárnap ugye futni fogunk. Nagyon jó lesz. Órákon keresztül az esőben. Nem izzadtok. De a felőerjék reggeltől estig ezt csinálják az év 350 napján. Hozzájuk képest ez semmi. Mit csinál most Horgev Johansson? Most? És mit blankol. Mit csinálnak most, tudni akarom, a Feröer szigeteki, a játékosok, az asztalos, a börtönőr, az óvodapedagógus, és ki volt még? Óvodapedagógus, börtönőr, asztalos, villanyszerelő, hát ők futnak ma ki a pályára, ugye a magyar fiúk ellen, és a Feröer szigeteki játékosok, ugye, ahogy beszéltünk róluk, már sokat tudhatjátok, nem profi játékosok, illetve profik, de hát másodállásban futballoznak, úgyhogy... Magyarázkodnak telefonon keresztül, és meg Gunnar, most ez egy foci mes, nagyon fontos, Magyarország ott van valahol, Európa, minden, nem is értés, hétfő már leszek. Ma este meglátjuk, hogy mit tudunk kezdeni a Feröer szigetekkel. Nagyon kíváncsi vagyok, tényleg, komolyan mondom, hogy mi lesz, nem? Kötelező a 3 pont. Hozni kell? Kötelező, persze. Akkor már polcselekezős helyen vagyunk. Hányan fognak hónap emiatt? Nem fognak. Nem? Nem. A feröerieknek szurkolunk, a románok ellen. Hiszen ma ott lesz a pályán. De a mieink ellen nem. Hallur Hansson, aki útépítő, ne felejtjük el. Kifut majd... Útépítő. Hallur Hansson, kifut majd Fródi Benjaminsen, építkezési vállalkozó, asztalos, börtönőr. Uh-huh. Ott lesz Kai Bartalosztó, óvodában dolgozik, óvodapedagógus. Paul Johansson Justinsen, ő a villanyszerelő. Ne. Ő is ott lesz ma a pályán. Imádom. Jónás Tor, na ez, nemrég fejezte be a jogi egyetemet. Szintén nagyon veszélyes. Rá két embert kell állítani. Igen, adja a bojtár. A könyörtelen bojtár, aki ontja majd a gólokat. Atli Greggersen, korábban újságíróként tevékenykedett. Állítólag gorra éhezik. Figyelni kell, fogni kell, rá kell állítani majd mindenkit. Hát kíváncsi vagyok. Tényleg kíváncsi vagyok. Belenézzünk, nem? A lelkesedésünk biztos, hogy nagy. Az övéké, nem? Nem szabad lebecsülni őket. Nem szabad lebecsülni őket. Villantottak már a görögök ellen. És erről tegnap beszéltünk ugye hosszasan, elemeztük. Ritkán van ilyen azért, hogy egy fél profi csapat játszon, nem? Egyáltalán eljusson idáig, és tényleg olyanok játszanak, akik ugye hát napi 8-10 órát dolgoznak, és utána futballoznak. És utána mennek ki az esőbe.
és utána mennek az esőbe, igen. Na, meglátjuk ma este. Na, nézzük a közlekedési híreket, mit írnak hallgatóink. Mecsek Nádast és Pécs között baleset, most szedik le a kocsit, a szalagkorlátról alakul a dugó. Köszönjük szépen. Aztán a Lágymenyős hídon Pest felé lerobbant nyomorult markoló tartja fel egész Budán a forgalmat. Sokan írjátok, hogy ott álltok a Budafoki, nem tudtok fölmenni a Lágymenyős hídra, tartsatok ki, ez az oka. Meghalt egy markoló Pest felé, és emiatt dugult be szinte egész Buda. Az M7-es a Tesco-tól már Budapest felé áll, leesett két csepp eső, Gábor küldte nekünk. M1 praktikár Egér út 45 perc, de semmi baj, mert eshetne jobban is az eső, és lehetne két órás is az út. Na, ragadós. Mert ez a jó hozzáállás, amit reggel elindítottunk, hogy azt kell nézni, lehetne tényleg sokkal rosszabb. És M0-as, M5-ös kereszteződés Szeged felé 1 kilométer torlódás, biztos kell a fűnyírás. Darus Ati kérdezte tőlünk, Egér út tyúklépésbe halad, Éva üzeni, Budapestre az M1-es, M7-es közös szakasza teljesen beállt, és fotóznak az M6-oson a 90-es kilométernél Budapest irányában. Ezt Kata küldte. Kata küldte nekünk. És aki tudja, hogy ki lesz a Magyarország Feröer-szigetek sportriportere, kommentátora, ma este az írja meg nekünk, szerintük a Hajdú B. Azért egy kicsit behatároztat, hogy merre szerintünk menjük. Igen. Igen? De lehet, hogy nem frissek az információink, hogy nem pontosak. És ha valaki tudja, hogy mit csinál most a Hajdú B, az is írja. Uh-huh. Az dobálja meg kavicsokkal az ablakát. Én szeretem őt. Nagyon jó. Én meg téged. De tényleg, tényleg, tényleg kedvelem. Igen, ő nagyon jó egyébként. Hát valamilyen. Ha nem a legjobb. És ez már ma már egy baromi nagy előny, nem? Nagyon hogy felkészült, nagyon szellemes. Szellemes, beazonosítható stílusa van, jó, és tudod hova tenni, nem? Hát rengeteg olyan naturális ember dolgozik, és semmilyen közvetít, se humora, se íze, se szaga, se bűze, semmi, csak így mondja, de igazából bárki mondhatná, nem? A Hajdú B pont nem ilyen. Tényleg, tényleg nagyon jó. Karakteres igazi sportriporter. Igen. Na, hallottatok a hazánk felett felbukkanó keselyükről? Milyen tögre jönnek azok is? Ez egy érdekes dolog. Állítólag 100 éve nem volt ilyen. Megfigyeltek 19-20 főből álló keselyű csapatot. De nálunk, tehát nálunk lakott keselyű lakott. Mi, ez egy olyan hely, ahol itt keselyűznek? Így van. Igen. Csak most, hogy hallották, hogy szakadozik a szociális háló, újra megjelentek. Ugye ezt meg kéne fejteni tényleg, hogy miért jönnek. Tehát a ma esti meccsre érkeztek. Miért jönnek? 100 éve nem volt állítólag. A ferőeriek dögjek. Lakmározik. Drónok igazából, és a szomszédos országok kémkednek felettük. De hát azért ez ritka, ilyen éghajlatváltozás előtt állunk, hogy ezt már a keselyük is érzik. Állítólag 100 éve nem volt erre példa, hogy a Madártani és Természetvédelme Egyesület meg tudott figyelni egy 20 főből álló keselyű csapatot. És hol laknak? Mit esznek? Mit hát ez egy jó kérdés. Hogy? Egyébként mi a fenét csinálnak itt a keselyük? Nem sűrű lát az ember keselyűt, ha felnéz az égre. Nem? Legközelebb hozzánk Horvátországban láttam, de ott is 15 évvel ezelőtt, ott partiztak a tengerparton. Állítólag valahol a Balkánról jönnek. Mert ott van nekik ilyen fészkelő helyük. Úgy velük? Hova mennek? Németországba? Gyanúsan, állítsák meg őket. Regisztráltak már? Szálljanak le, nézzük meg, regisztráltak. Mit akarnak? Rösszkénél elrepültek balra. Aztán a horvátok integettek, hogy menjetek szembe. Hova mennek? Mit csinálnak? De ez jó igazából, azért ez kuriózumnak számít, jó, nem? Hát az ember ilyet ritkán lát. Ez az éghajlatváltozás már önmagában? Szerintetek ennyire? Hogy jönnek a keselyük és megjelennek majd olyan állatok, amik mindez ideig nem voltak ősonosak náluk? Igen, sivatag, ugye? Meleget szereti, nem? Nem feltétlenül, nem. Hát a keselyüknek is számos halfajuk van. Aha. Na látom, te is sivatagi sót láttál sokat. Meg nem ott van. Igen, ugrál egyre közelebb, mikor már alig van vized, sőt már nincs vized, és kiszáradsz, és az az utolsó képed, igen, hogy ugrál feléd a keselyük. Igen, fáradt kis pelikán bébi vagy, aki látod a vizet, elindulsz, de már nem érsz oda, és megérkeznek a keselyük. Igen, igen. Ugye? Hát, sivatag is show. Hát, na. Az tankai. Zseniális. Zseniális volt egyébként. Na, felhívjuk Orbán Zoltán, csak mesélj el nekünk tényleg, hogy miért vannak keselyük. Miért vannak keselyük Magyarországon? Hát ilyet ritkán ad az ember. Megkérdezzük, ő azért nyilván erről többet tud nekünk. Ő a Madártani Egyesület munkatársa. Hát, ha nem ők csalogották őket, ugye azért, hogy megint műsorba kerülhessen. Tehát arra gondolsz, hogy a Madártani Egyesület kitalál különböző kis... Zoli. Igen. Zoli lehetett az.
Igen? Zoli lehetett, az ő állhat az egész mögött. Ő csalogatta ide. Vagy az együtt összedugták a féket. Basztus, olyan jó, hogy állandóan bekerülünk a Morning Show-ba. Valamit csinálni kell. Hozzunk ide valakit. Mondjuk keselyüket. Hú, ez jól hangzik. És hogy beszéled meg velük, hogy jöjjenek át? Szaladsz egy ilyen kis szalonnával, spárgán, rohansz előre? Nem, Zoli elképzelhető, rohant egy ilyen szalonnával. Hogy vagy halottnak tetette magát, lefeküdt. És... Zoli elment abba a szurdokba, ahol a keselyük fészkelnek, és az egyik fészekből erre volt egy kis keselyű. Hát is jöttek én. Bedugta a kabátja alá, és egészen a Kárpát-medencei futott vele. Átfutott vele a zöld határon. Igen, és akik szalad, felettünk köröznek, azok az aggódó szülők. Itt van velünk Zoli. Halló Zoli, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hello. Ó, micsoda lendület, micsoda vitalitás. A keselyük, ugye? Hát most újra lehet miről beszélni. Állítólagos a 100 éve már itt voltak valamikor ők, tényleg? Már nem ők nyilván, de hogy hasonló keselyük voltak már fölöttünk? Persze, és valószínűleg a középkor kora időszakában, amikor hihetetlen százezeres nagyságrendben legeltek a jószágok az alföldi térségen, akkor költhettek is, még akár Magyarország területén. Ezek képesek akár a földön is fészkelni. Tehát azért mentek el, mert nincs mit enni. Ugye? Hát igen, ez a 19 mondat most jól megszívta egyébként, meg is döbbentek. Egyébként, hogy hogyan tettünk rájuk szert, az sokkal egyszerűbb, mert ugye flotta kedvezménnyel adtak a tajvaniak felfújható keselyűt. Leszik szalagoztuk a fejre, aztán felengedtük őket. Ők tudjuk, hogy ők menekültek, migránsok, illegális bevándorlók, tudunk róluk valamit? Vagy csak az, hogy Németországba akarnak eljutni ők is? Ügyeskedők. Uh-huh. Igen, tehát Szerbia középső nyugati részén egy szurdokban élnek keselyük. Onnan tudjuk, hogy a 19 madárból 3-on találtunk krotáliát, ilyen szárny krotáliát, egy műanyag lap a szárnyra felerősítve, és az egyből utána tudtunk nézni, és kiderült, hogy ez a 3 madár az idei kelési volt. De ezen a 3 madár hogy találtátok meg? Lelőttétek őket? Vagy befogtátok? Nem, nem, a szárnyán egy ilyen hatalmas jelölő volt, hogy ezek olyan nagy testi madarak, ezek böszme nagyok, tehát állva a földön egy ilyen madár akkora, mint egy 6-7 éves gyerek. A szárny fesztávon pedig megközelíti a 3 métert. Ezek rettetesen nagyok, és akkor a szárnyra fel szoktak tenni, pont ugyanúgy néz ki egy olyan krotáliát, mint amit a szarvasmarhák a fülükben hordanak, és ez nagyon messziről, több száz méterről, teleszkóppal, akár kilométerről leolvasható, és az alapján tudtuk azonosítani. Tehát azt mondod, Zoli, hogyha mondjuk a hátsó kertben a nagymama hasán fekszik, és látunk a hátán egy ilyen keselyűt, akkor azért kezdjünk el aggódni? Igen, hangosan ismételgesd a help, hilfe, ufomot kifejezéseket, de nem, egyébként ezek a madarak nem ragadozók, tehát ezek szinte csak dögöt esznek, csak tetemeket, és éppen ezért tűntek el Magyarországról, mert egyszerűen nincs megfelelő mennyiségű kaja. Ott, ahol nagyon sok él belőlük, tehát elsősorban Spanyolországban, Horvátországban, Szerbiában, ugye főleg sziklai élőhelyen élnek, ahol magasan tudnak költeni, másrészt pedig ott vannak a balfék táplálékállatok. Ugye ezeken a helyeken az ember évezrek óta kecskét, birkát legeltet, és hogyha rossz napja van egy ilyen jószágnak, akkor lezuhan a szikláról, és hát ugye itt a sziklák között nincsenek konkurensek, mint mondjuk medvék vagy farkasok, és akkor szépen jól megeszik az arcukkal. Na de hát akkor azért kérdezem még egyszer, amikor itt laktak, volt mit enni, már nincs állat Magyarországon, vagy nem annyi van, nem pusztul, akkor most hogy kerültek ide? Eltévednek ezek, vagy kirándulnak? Vagy... Kirándulnak, nekik 5-600 kilométert megtenni az olyan, mintha te kimennél a büfébe és vissza se jössz. Gyakorlatilag megnéztem a széltérképet, és nagyon érdekes, ugye ezek olyan böszme nagy madarak, hogy nem nagyon szeretnek csak úgy felszállni, megvárják, amíg felmelegszik a levegő, és ezzel a felemelkedő meleg légoszloppa, ugye a termékkel, amit mondjuk a siklóernyősök használnak, ezzel emelkednek magasan, és megnéztem a széltérképet, a megjelenésük előtti napon egy elég markáns délről északra tartó széljárás volt, tehát egyszerűen felfújta, felsegítette őket, itt voltak kb. 2 napot, ugye 23-án fedezték fel őket, 25-én még látták ezen a hevesi füves puszták térségében, rá 2 napra a Miskolc mellett tűnt fel néhány madár, 26-án, és 27-én eltűntek, és ha megnézi az ember megint csak a széltérképet, akkor azt látja, hogy 27-én pedig egy markáns északról déli irányba tartó szél fújt, szóval tehát egyszer felemelkedtek, és hazament. Persze, hát mi a francnak tekerjem? Na jó, de valahol leszáll, nem? Tehát most ők itt landoltak nálunk, kicsit fújnak egyet, aztán mennek tovább?
Igen, nem is voltak éhesek, ugyanis amikor a természetvédelmi őrök, ugye a Bükki Nemzeti Park őrei megtalálták a madarakat, akkor másnap gyorsan kiráncigáltak oda egy döglött birkát, és hát nem szálltak le rá a kesejük, csak ott nézegették unalmukba. Tehát ezek nagyon nagy testi madarak, ha jó kondiba vannak, akár simán egy hetet is kibírnak kaja nélkül, egyszerűen eljöttek kirándulni egy kicsit. Hmm. Lehet, hogy valaki, Zoli nekünk azért jó a felvetés, azért vannak itt a kesejük, mert döglött a magyar foci. Tehát lehet, hogy ezt érzik egyébként. Hát lehet, de nem. Tehát ők azért már nem tudnak például csontvázat megenni. Tehát a magyar kondia már nem nagyon jönnek szerintem. Egyébként megdöbbentő, mert van olyan kesejű, ami például csontevésre specializálódott, ez a szakállas saskesejű. Ő azt csinálja, hogy fölviszi ezeket a hatalmas nagy csontokat, amiket ő nem tud, meg egy ember se tudna széttörni, fölviszi magasra, van egy kedvenc sziklája, oda rádobja, több száz méter magas, és amikor szétrobban a csont, akkor szépen megeszi. És akkor így tud konkurensek nélkül kajálni. És ugye ilyenkor, amikor mondjuk egy ilyen ritka madár téved Magyarország légterébe, akkor nem szoktatok arra odafigyelni, hogy mondjuk ne rohanjon ki a hanga egy ilyen lepkehálóval, és próbálja be őket esetleg összeszedegetni? Hogy... Nem, a hangát ilyenkor leszikszalagozzuk. Nem, egyébként ez úgy működik, hogy vannak a madár megfigyelők, a twitcherek, és ők működtetnek például egy belső hírhálózatot, befizet az említően 5-6 ezer font, és akkor kapja az SMS-t. Ez úgy működik, hogy egy ilyen ritka madár feltűnik az ország bármely területén, akkor szó szerint kell venni, néhány óra alatt több száz madár megfigyelő tűnik föl. Az ultrafanatikusok ugyanezt megcsinálják mondjuk európai léptékben, tehát mondjuk Hollandiába lemegy egy hóbagoly, akkor bepattannak az autóba, három napig nem esznek, nem fürdenek, csak mennek és megnézik ezt a madarat. Ez szimpi. Twitcher, így hívják? Twitcher, ugye ez azt, a jól tudom, ez egy angol fickóról kapta ezt az elnevezést, ez a tweet, ez valami ilyen tikkelő betegség, tehát ez azért már sokat jelez abból, hogy ez a fajta Igen, nem feltétlenül normális. Hát tehát én is voltam így velük, tényleg napokig nem alsznak, aztán van, aki elmegy és évente egy-két hónapot a világ másik részén tölt, és akkor mondjuk összejön neki egy ilyen túrán mondjuk 1000 faj, és akkor boldog. A fostos bugybókának kell félni a kesejűtől? Nem, ha csak neki nem repül. Tehát ez egy olyan nagy madar, hogy nem tudja elkapni, és hát le se száll egy forstos bugybóka dögre, mert a félfogára se elég, még ráadásul foga sincs. Hát így meg tényleg nehéz. Minden esetre szeretjük őket, ez jó. Ez jó, hogy itt van. Ez elképzelhető, hogy itt maradnak? Tetszik nekik a dolog, a hangulat? És azt mondják, hogy oké, maradjunk, nincs kajájuk. Tehát és az Európai Unióban olyan szigorú az átitetem kezelés, hogy ez nagyon nyűgös lenne. Egyébként néhány éve felmerült a kesejű visszatelepítési program gondolata Magyarországon. Ugye sajnos ennek még inkább betett az Európai Uniós csatlakozásunk, hiszen azzal gyakorlatilag összeomlott a legeltető állattartás. Tehát, és hát az is szívás lenne neki, hogy földi kutyára térne, mert az a nyomorult állat is kipusztul lassan Magyarországról. Nem hangzik túl jól. Nem. Igen. Köszönjük szépen, hogy elmondtad nekünk. Jó munkát. Beszélünk. Én is köszönöm nektek is. Sziasztok. Van újdonság. Köszönjük szépen. Csáó Zoli. Köszönjük szépen. Na, jönnek a hallgatói SMS-ek, hogy mit csinálnak itt a kesejük. Van egy-két szelleme. Szóljatok Döglégy Zolinak, hogy most ne menjen ki a szalba. A kesejű... A kesejű harmadik napja, második rész forgatja, Andy Vajnak eze van a dologban. Aztán írt még egy hallgatónk, persze kesejű, ha áruhás navosok a levegőből figyelik a vagyonosodást, izente nekünk Veronika. Most már minden világon Zoli csempészi be a déli határon a ritka állatfajokat, és emiatt vannak itt a kesejű. Péli Barnát kérdezitek, milyen is az a kesejű mész? Kesejű mész. Jó. Szeretik ezt a kesejű életet. Írja nekünk egy hallgató. Kesejük az égen. Mi az IMF delegáció érkezik megint tárgyalni. A kormánnyal küldte nekünk valaki. Miért jöttek a kesejük? Ha ma este kikapunk, fejek fognak hullani. Ebben bíznak, ezért vannak itt. Ezt Vili küldte nekünk. Követik a migránsokat, mint a jégkorszakban. Fefe. Írta ezt is, igen. Na, azért jöttek a kesejük, hogy elvegyék az évmadara címet a fostos bugybókától. Ezt Ádám küldte nekünk. Köszönjük szépen. Helyesek, ez jó. És kár, hogy nem maradnak. Nem, az olyan menő, hogy elmondhatod, hogy vannak. Van kesejük. De milyen kesejük, nem fogják magukat, felszállnak, picit vitorlázgatnak, ide-oda elmennek, egy másik országból körülnézik, aztán hazahúznak. Na igen. Vagány. Na igen. Na játszunk egyet, itt van a játékosunk, hármas ugrás, játszunk már is. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Kati, hello, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Szia! Hello! Hello! Milyen vidám vagy?
Igen, na. Én mindig ilyen vagyok, meg izgatott vagyok nagyon. Tényleg? Igen, nem játszottam még veletek, úgyhogy most nagyon örülök neki. Mivel foglalkozom? Szállítmányozásban dolgozom, ténykedem. Mind? Mint, hát tengeren túlról ide-oda szerelgetjük az árukat. Na, de nem te viszed, te nem kamionos vagy. Nem kamion, hanem a tengeren. Ja, tényleg ott nem megy a kamion. Ott nem. Hát de előtte el kell vinni a kikötőig, úgyhogy arra felé megyünk. De akkor ilyen szállítmányozási ügyintéző vagy? Igen. Igen. Hányan vagytok? Hatan. Hatan. Hat csaj? Hatan. Nem, van egy fiú kollégánk is, úgyhogy... Egy fiú, öt lány. Igen. Dédelgetitek? Azt a kényeztetést. Tenyereteken hordozzátok? Nem, még annyira nem, még fiatal most kezdett, aztán... Hány éves vagy Ádám? 21. 12. Én nagyon jól érzem itt magam. Nagyon aranyos akarom. 21 is. 5 csajjal. Nem tudom, hogy jó vagy rossz. Jó. Nem tudom eldönteni. Tehát, hogy persze, ha így van érett, vagy jó lehet, de azért az 5 csaj pletykálkodását, rötyögését hallgatni egész nap, nem? Azért hát, az kemény nem lehet. Nem tudom, az Ádám is szól hozzám. Ádám, mi van érett már? Add egy pillanatra Ádámot, Léci, ott van? Ádám itt van, igen. Na, add egy picit az Ádámot. Adjam az Ádámot, persze. Jó, adom. Jó reggelt. Hello, jó reggelt. Ádám. Szia. 5 csaj, hát azért az kemény, hogy bírod? Hát nem könnyű. De abszolút szimpatikusak, úgyhogy jó velük dolgozni. Te is recepteket cserélsz, megbeszéled, hogy mit főztél hétvégén? Igen. Többek között. Top lista van már? Hát nem igazán gondolkodtam ezen. Nem? Nem, a francot nem. Egyik sem. Egyik lány sem. Elkamúzzá, hogy beléptél, rögtön elkezdtél agyalni. Igen. De miért? Csinosak a lányok egyébként? Abszolút. Igen? És amikor ilyen női fecsegés, pletykálkodás van, akkor mit csinálsz? Elvonulsz, vagy te is részt veszel benne? Hát szerintem akkor nem vagyok itt, tehát nyilván vannak dolgok, amiket megbeszélnek, de hát ez természetes. De vannak pasisabb csajok, akik focit néznek, söröznek, és tudsz velük közös témákról dumálni? Vannak ilyenek? Szerintem van, igen. Egy mindenképp. Igen, ő kicsoda? Ő a Reni. Ő a Reni. Tehát Renivel találtad meg leginkább a hangot. Igen. Reni is ott van? Igen. Add egy kicsit, Reni. Jó. Szia. Sziasztok, jó reggel. Hello, Reni. Na. Hello. Ádám most mondta, hogy nagyon összeborultak egy foci nézés tekintetében. Este lesz kanapén, sörözés, pizzázás, szurkolás. Nem. Hát egykorúak vagyunk, aztán egyből megértettük egymást. Cuki fiú az Ádám? Cuki fiú, igen. Aranyos. Inkább fiú, vagy inkább férfi? Inkább barát, vagy érted? Hát, a kettő között még. A férfi és a fiú között. Tehát érik. Így van. Megvan nevelve. Jó van, de jó hangulatú kis munkája vagytok. Az biztos. Igen. Ki a legjobb barátnőd a csapatban? Egyet nem tudnék kiemelni. Ja, akkor ki tudnánk a legjobban? Szóval minden elérnek. Jól van, Kati, add vissza akkor Kapcsolj nekünk, puszi. Sziasztok. Hello. Jó kiveséztétek. Mindenki Kati, elbeszéltünk. Add Ádámot most, Lic. Na, milyenek a kérdések, Jani? Ennyien meg fogják fejteni. Jól van, meg, remélem. Milyen témakör? Az első sport. Jó. Ott van Ádám, ha esetleg nem megy. Persze. Jó. Nagyon fülel. Így szól az első kérdés nyakba akasztóért. Ki a magyar motorsport első világbajnoka? Hát Talmácsi. Így van. Nem is kellett Ádám. Mehetünk tovább? Hát milyen téma körül a második? Melyik? A második kérdés. Úgy indul a kérdés, hogy melyik? Ja, hogy melyik? Melyik évben? Akar, hát figyelj, ez melyik? közélet politika. Nem nehéz. Jó, mehet, toljuk. Azt mondták a többiek, hogy toljam. Melyik évben vált Magyarország az Európai Unió tagjává? 2004. Volt a szállítványozás a kihatása, úgyhogy emlékszünk. Nagyon jó vagy, Kati. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel?
Hát mi, azt mondják, többiek mehet. Nagyon, igen? Nagyon, igen, kemények vagyunk. Nagyon lelkesek vagytok. Jó van. Itt van a harmadik kérdés. Helyen szórakoznak. Itt van a harmadik kérdés. Figyeljetek. Igen? Melyik zenekar énekese lett Király Viktor mentor? Igen, melyik zenekar énekese lett Király Viktor mentora az amerikai The Voice-ban? Tehát melyik az a zenekar, akinek az énekese kiválasztott? Ja, hogy melyik, kit választott? Hát láttam a videót. Adam. Igen, és hogy melyik zenekar, ugye? Tehát melyik úgy, zenekar? Melyik zenekaré? Maroon 5. Az egyik kollégám szaladt át az iroda másik végéről. De jó. És Ádám mindenki ezt hallgatja. Ádám mindenki ez odarohant, és megölelte gyorsan? Nem az Ádám, Ádám dolgozik. Nem. Azt hittem, hogy kiment sírni. Az Ádám egyedüli dolg. Annyira meghatódott Ádám bőg. Igen, igen. Na jó. Na, nagyon örülök. Jó van, ügyik vagytok. További jó műsorozás nektek. Köszönjük a jó kívánságokat. Nektek is jó munkát. Köszönjük, jó. Most már meg lesz. Jó lesz az. Hallgassatok minket. Köszi, puszi. Köszi, sziasztok. Ciao, hello. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ádám, Ádám, lassú vízpartot most. Odaérsz. Odaérsz, hidd el. Meg lesz az. Csak udvarjas, azért nem akarja az elejét. Reni, ugye? Mhm. Most milyen kuncogás lehet? Én éreztem. Éreztem, hogy kettőjük között még bármi lehet. Igen? Uh-huh. Egykorúak vagyunk, megértjük egyes. Aha. Na, azt mondja, hogy rendőrség nap matrica ellenőrzés M3-as Kálmánházi pihenőjénél Pest felé. Úgyhogy mindenki vigyázzon, valamint azt nézem, hogy egyelőre még mindig nagyon lassú a haladás a Budafoki úton, a lerobbant kamion, vagy lerobbant markoló, pármi is ott van még mindig a Lágymányos hídon Pest felé, úgyhogy emiatt dugult be a Budafoki út, és emiatt nem tudtok feljutni a Lágymányosi hídra. 9:30 múlt, pontosan 5 perccel mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 van pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma. Fú. Hú. Tifa. Rátenyereltünk valamire, Zsül. Nem? Nem, máshogy szólunk nagyon. Jobban vagy rosszabbul? Mert akkor jegyezzük meg a jobban. Nem, ti se szóltak úgy, ahogy szóltatok. De itt a mi fülünkbe ugyanúgy szól. Igen? Neked ugyanaz, Jani? Nekem igen. Nekem is. Mert mi másik körön vagyunk. Mi a B-kör. Igen, akkor jó. Jó, neked most is minden csillog-villog, Feri, mert ma megdicsért a Balázs. Lehet mondjuk igaz. Ez az én napom. A mai nap, ez egy gyerünk, srácok. Tényleg, ma. Ezek után kit érdekel karácsony? Hát figyelj, nem lehet följebb. Mit csinálják? Ma nagyon jó vagy. Évei vagy, neked van jó napod. Tényleg basszus. Nem ma figyeltél. Abszolút. Ma volt két poénod műsor közben, volt egy műsoron belül, ma túl teljesítettél. Már hova? Mondtam, ez a tiétek ez a része. Én a műsoron kívül egy picit sajnálom, hogy azt elpufogtattad. Ja, Feri úgy leszúrta Janit, hogy lóg a százasokkal, olyan keményen, hogy... Akkor kettő volt. Mert ott volt ugye a Hajdubés is. Igen, hívjuk fel a Hajdubét, de miért nem hívjuk Hajdu át, ugye Feri? Tehát, hogy nagyon érdekes. Hát a százas az jár, az nagyon sajnálom, volt, hogy ezt nem műsorban mondta, de mert Jani tényleg ellógja egyébként a százasokat. De akkor, de... Öcsök vagyok, tudom mondani. Ebből látszódott egyébként, hogy valójában itt, mert nem a műsorra tartogatja, mert nem érdekli, hogy ez nem, neki ez nem téma. Ez 100 forint, apa. Igen. Ez a lóvé. Igen. Ne fájjon már ennyire. De fájjon, mert jótékony helyre fog menni, még nem tudjuk hova, de jótékony helyre adjuk. Basszus, az esetek 50%-ában nem szólok, amikor unalmas sztorit mondtam. De mindig szólsz, de rohadtul. De te rohadtul szólsz mindig. De műsorban. Hát akkor is. Igen, én is kicsit sajnáltam, mert Feri úgy helyre tette Janit, hogy lóg, hogy nem dobja be, hogy nem műsor valamikor, hát basszus, tényleg már Jani bejön, késik, és brutálisan nem dob be százas, és egy 3 héttel ezelőtt nyomorúságos 500 forintodra fogod még mindig, amit ugye bedobtál, hát ez abban már bőven, azon túl vagyunk, meghaladtuk, tehát már legalább egy ezrest kell betenned. Jó, bejössz késsel kicsit, aztán lapítasz. Jó, én nem bánom egyébként, mert Feri végre kimutattam fog a fehérjét, értem, most már tudom, hogy kívül ülök szemben. Tudhatod, hogy ez nem egy műsorelem a dobálás, ezt ő keményen nézi, és műsoron kívül is elmondja, hogy ne lógjál, dobjál. Persze. Na. Mutatjuk, hogy találnak még cigit a táskádba? Nem, a szádba egy fotó. Meg a szádba.
Felhívtuk az Albert Kázmér Pusztai Attilát, aki azt mondta, hogy egy 180 kilós mangalicát ajánl fel annak, aki kátyusabb utat mutat, mint az övé. Tetszett az ötlet, rácsörögtünk, és hát kiderült, hogy valóban az ő útjuk nagyon kátyus, elmondta, hogy mit szeretne és kinek ajánlja fel ezt a mangalicát. Aranyos volt, helyes volt, beszélgetünk vele, aztán megtaláltuk őt Google Maps-en, és egészen a házáig jutottunk. És ugye Attila célja nem volt más, mint hogy ezzel az akcióval is szeretnék fölhívni a figyelmet a lepusztult útjukra, és szeretné, ha valaki segítene nekik rendbe hozni. Beszéltünk vele, hát ha kapnak ők egy kis segítséget. Hát és kiderült, hogy az országban áldatlan állapotok uralkodnak, bár egy picit azt éreztük, hogy itt a mangalinca van a fókuszban alapvetően. Igen, mert mindenki elkezdett a saját útjára panaszkodni. És vendégünk volt Antal Vali, aki két hetente jön majd, Gábort váltja, és kozmetikumokról, fogkrémekről, tusfürdőkről beszélgetünk majd vele. És elsőnek az izzadás gátlókat vettük egy picit górcső alá. Sok érdekes dolgot mondott, szerintem meg kell nézni az embernek, ha nő, ha férfi, hogy mit vesz le a polcokról és mit használ, mert kiderült, hogy például tele vannak alumíniummal, és az bizony nem tesz túl jót egy felnőtt szervezetnek. Keményen ő. Igen, keményen mondta, de érdemes utána olvasni. Én még utána beszélgettem vele egy kicsit, és srácok, kiderült, hogy nyakig vagyok a férfi klimaxban. Minden nap látom a jeleit. Mit mondod? Azt mondta, hogy ez is lehet az oka annak, hogy néha kellemetlen ammóniára emlékeztető illatokat érzek magam körül, de főleg sportolás után. Mi lenne, csak naponta megfürdenél? Nem lehet, hogy segítenél? Tehát nem kell ezt ennyire túl gondolni, csak nem minden vasárnap fürödjél egy nagy kertvízbe, hanem azt, nem? Azt mondtam? Ennyire ne spórolja a meleg víz. Végül is nem. Azt mondta, hogy körbenézett, és adott egy mosószappant. Na, megmutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Szerintem ez önmagában döbbenet, hogy valakivel beszélsz telefonon, fogalma nincs, hol lakik, megmondja a települést. Ugye, hát nyilván ismertük a Google Maps-et, de hogy egy hosszú utca, sárga ház, és egyszer csak ott vagy a ház. Interneten is megnézed, körbejárod, szép a zsalú, gondozott a sövény, szép a sárga szín. És hallod, de megvan csúszva a cserép, most meg esik az eső, ha mindjártok már azt igazítsátok. De hogy nem zseniális a dolog? És egyszer csak ott vagy nála, és ott álltunk előtte, és Zsatid elmondta, igen, hogy a sárga ház az enyém. És megnéztük a házat. Hol tart a technika, elképesztő. Mik vannak? Skype, MSN, WhatsApp, Viber, nem felirányos, a rohadt életben. Én meg ezt nem is ismertem, ezt a besétálósat. Viber, Skype, mik vannak itt? Nem ismerted a besétálósat? Hogy mész be oda? Azt engedd el. Van egy ember, hogy tudsz menni vele, igen. Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Morning Show. Az bizony, jó reggelt. Hello, ciao, jó reggelt. Hello. Nem írtál alá, hogy Gábor vagyok. Gábor, hello Gábor. Azt írtad nekünk, Péli, ugye beszélgetünk 9 óra után a Magyarország felett feltűnt kesselyükről, te azt írtad nekünk, Péli Barnát kérdezzétek, milyen az a kesselyű méz. ezt nagyon szerettük, Gábor. Ezzel te lettél a naphallgatója. Köszönöm szépen, nagyon örülök, srácok, köszönöm. Hol hallgatsz minket? Nagykanizsám vagyok éppen. Nagykanizsám. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm. Köszi. Ciao. Hello. Na gyorsan mindenki egy eredményt, tessék. Feröer-szigetek ellen. Mondj valamit. Mindenki. Aki betalál, az majd kap valamit. Tessék. Na. 1-2. 1-2, tehát kikapunk. Jani? 2-0 ide. 2-0 ide. Én azt mondom 1-1. Jó? Megnézzük. Jó. Megnézzük, jó. Hogy kinek lesz igaza. Csabi, én a kívánság műsorral, Csabi kitelepülésem van, 555-55-00, kérjetek tőle dalt, hallgassátok, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az